6 óra 8 perc van, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, drága barátaim. Jó hírem van. Nálam a WC lenyomó ki lesz cserélve hamar. De jó. És festhetünk padot, mert nálam van a csiszológép. De nagyon jó. Nagy. Mit, de jó. Valaki eseményekre készül, úgy érzem. Igen. Majd meglátjuk. Hello, Laci. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, szia, Gyuri. Jó reggelt, sziasztok. És Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. De a lazúrod is megvan? Hát a lazúrom rég megvan. Ja, és nem romlott meg? Nehogy ott megbőrösödjön, amikor neki állnánk. Hát szerintem akkor bőrösödik, csak ha kinyitottad már egyszer. Jó, rendben. Nincs nyitva. Jó. Mindenhez hozzá tud szólni, Anett. Nagyon izgalmas a mai reggel, már bekamerázták a konyhát. Uh-huh. Igen, erről majd mindjárt beszélünk. Amúgy ki hogy van? Nagyon hamar fölébredtem, nem tudom, háromkor fölébredtem. Én ehhez is hozzá tudok szólni, jól. Tegnap a Lacikával Nagy Gyuri elemzésben voltok, olyan jó hátatok mögött beszélni. Gondolom, igen, ezt én is imádom csinálni. És most nem fogom végigvinni, hogy miket filozofáltunk rólad, de gondok vannak, Gyuri. Aha, ajaj. Mesélj, csak úgy nézd, hány éve ismerlek? 6-7? Te hát lassan 10. Ez a nyilvános megalázás. Hát nem, akkor gondok vannak. Nem, nagyon kíváncsi vagyok, hogy a két autópszichológus mit hozott össze. Na, és itt kezdődik. És itt kezdődik, pontosan ez az az attitűd, amikor mások hobbiján te gúnyolódsz. Ez. A te, már többször mondtam, igen szűk látókörű életedből, amit egy sziklán töltesz, onnan, ha lenézel ránk, akkor nem nagyra becsülésedről teszel tanúbizonyságot, hanem sokkal inkább egyfajta ilyen ironikus, kiröhögős, kritikusba mész át, és ez honnan fakad, és ezzel beszélünk, nem fogom megmondani, hiszen nem tudom még. De nagyító alatt vagy. Nagyító alatt vagy. Az a baj, tesó, ez teveszád van, teveszád. Igen, mert akarom mondani. Teveszád, te arc. Mert nagyon tetszik a téma, akarom mondani, de közben nevetnék is. Tehát, hogy én ezt elfogadással csinálom, én ezt szeretettel, szeretettel teli elfogadás van ezek bennem. Ezek a bullshit-eléseid. Neked van egy traumád, amit én meg fogok találni. Aha. Nem tudom, hogy te tudsz egyáltalán róla. Lehet, hogy te sem tudsz, de egyszer kiszedem belőled. És akkor lesz nem ulas. De az a baj, hogyha nincs is traumám, te kreálsz egyet. Tessék, teve alert, ott van a monitoron. Teve száj van. Na, jaj, de csúnya! Ha nincs is traumám, te kreálsz egyet, mert valahol ott lesz. Nem, mert az a baj, hogy én a Lacikát teljesen barátilag beszélgettünk, tehát igen. Nem úgy, hogy hiszen jóban váltunk el tegnap, de a Lacika egyetértett velem, hogy tényleg van valami. Hát mi is történhetett volna, amikor ti mentek ketten valamit megnézni, egy gépjármű, és beszélgettek róla. Mi is történhetett volna, hogy egyet értettek. Nem kell most mindent mismásolni, elpofozgatni. Nyugodtan. Hajoljak bele a traumatikus életembe. Nem, mert nem bántás van. Nem. Nem bántás van, hanem baráti, szeretet, elemzés. Na, akkor kölcsönös, végre egy közös pont. Hát én is szeretettel közeledek a hobbitok felé. Lehet, hogy van benne irónia, de hát tudjátok, hogy én a szórakoztatásra megyek. Onnan fakadt egyébként ez, hogy Gyurit elemezzünk, hogy van egy nagyon-nagyon-nagyon szép régi Mercedes, és a Lacika meg én egy hirdetés alapján, mi tegnap elmentünk műsor meg a munkánk után ezt megnézni. És a Gyuri már akkor ezekkel az ironikus szavakkal búcsúztatott bennünket. Persze, de a hallgatók nem tudják, hogy hónapok óta igazából mi egy autókereskedésben dolgozunk. Tehát ott ülünk a szerkesztőségben, és hallgatjuk, hogy milyen tárcsa, milyen felni, hányas a váltó, olaj nem csöpök. Igen, uh-huh. Két héten át a levehető előlapos blaupunkt. Kenwood, úristen, hát tényleg, már azt akartam szülinapjára venni egy levehető előlapot a Kenwoodjára. Drága hallgatók, minden, amit most hallottatok, hogy hogy szokott történni a szerkesztőségben, ez mind a Gyurinak az ironikus paródiája. Tehát ilyenek nem hangzanak el. Soha egy Kenwoodot nem mondtuk, soha egy blaupunktot nem mondtuk. Gyuri ironikus paródiája. De jó, hogy jó barátom Lovász László, ezeknek mind fültanúja. És most figyeljétek a traumatikus embert, nagyon ritkán fordul szövetséget Lovász Lászlóhoz, Háder György, de most ilyenkor nagyon. Ilyenkor úgy nyújtja a teve patáját, basszus. Fogd meg a teve patámat, tesó. Most egy erős gyerekek, ezt a dolgot most nem kell befejezni, ezt a szállat nem kell elvonni, és csak elmondom, hogy ez van. SMS-ek. Jó reggelt, Bocskor Team, Laci, szerintem nem muszáj, a sör lehet Csámpari is a kézben, így lehetsz te is játékos megfigyelő. Ja, ez még a játékos. Ja, tegnap, igen. Kezdődjön a Agricole Liège nagykozári fuvarost. Igen, ez az agrárszerda. Buras Morgenke, barátaim az éterben, mert annyian, de annyian vagytok, de annyian. Csibés a pozitív. Ha a Nutella mellé
Nem eszem kenyeret, az már diéta, kérdezi Laca Biáról. Hát szénhidrátot spórolsz. Alapvetően igen. Hát ez az a kanalazós nutellázós. Tehát ez az, amikor egy nutella, amely ha kenyére kerül a családnak elég 4 hétig, így 2 napig. Egy embernek. Igen, ritka esetben kerül kenyérre, igen. A nutelláról sok jót mondtam, de azt nem állítom, hogy egészséges. Pedig régen azt hittem. Jó, hát kellene. Én azt hittem, amikor a helyes német családok a német reklámokban felébredtek, nagyon-nagyon szép emberek voltak ezek a családok. Nagyon. És anyuka megkente a nutellás kenyeret, apa épp úgy beleharapott, mint a tini lány, és akkor mentek suliba dolgozni, vidámak voltak és egészségesek. És mert hogy mogyoró volt benne, meg tej. Mogyoró meg tej, hát az maga az egészség. A német válogatott, futballválogatott is ezt kente a kenyerére a másik reklámban, és én elhittem, hogy egészséges. És most itt vagyok, és gondok vannak. A német válogatott is visszavonult azóta. A német válogatott, nézd meg, milyen teljesítménye. Nem tudom, olyan nutella miatt-e. Nem hiszem. Jó, akkor mondd el nekem, az első betű fekete és a többi piros, vagy az első betű piros és a többi fekete? Az első fekete. Nem, az első a piros. Első a piros. Piros. Ne, Lacinak van igaza. Kérlek. Első fekete, többi piros. Látjátok, micsoda, még egy Nutella quizt is tudnánk csinálni. Hagyjuk ezt. Nem, hülyeség. Hagyjuk ezt. Mennyi kérdés. Következő kérdés. Mivel nyitott ki az aranyszínű fóliát a kupak alatt? Én kanállal bebököm, és nem. Körbeizélem. Nem. Késsel. Én megőrülök. Én a szélénél addig piszkálom. Nem tudom, eltépődik. Tudom, de én nem nyugszom, amíg aranyszín van. Nem tudom, hogy beleszedni az aranyfóliát. Nem tudom leszedni, de leszedem. Ne legyen az üvegen aranyszínű. Én úgy nem bírok beleenni. Bele fog esni egy darab. Tényleg csinál. Bebökök, körbeizélem. Csinálhatnánk egy quizt belőle. Na majd, hogyha megszponzorál bennünket a nagy magyar Ferrero társaság, vagy nem tudom, van-e ilyen. Gabi bátyám, jó reggelt, utána olvastam a tüsszentéssel kapcsolatos illemszabályoknak, mert néhány dologban bizonytalan voltam is kisebb társaságban tegnap. Vagy, igen. Arról, hogy illik-e egészségedre megszólítást alkalmazni, megoszlanak a vélemények. De ha mégis mondjuk, akkor nagyon halkan, csak a tüsszent, közvetlenül a mellettünk állónak mondjuk, és maximum 2-szer bármennyit is tüsszent az illető, a McLaren-es. Uh-huh. Jó. Köszi! Ez egy érdekes dolog, én ezeket nem tudjuk. Mondani. Te nagy tüsszögésben voltál tegnap, én az elsőnél mondom, hogy érezt, hogy és elég is, hát nem akarom. Vagy éred, de utána nem akarom, mert ideges leszel, hogy nem akarom többször mondani, hogy köszönöm. Hát pontosan így van, és közben szenvedek attól, hogy jön a tüsszentés rohamja. Guten Morgen, üdvözlet Stockholmból, nem tudom hány fok van Márti ahhoz Baden, na tessék, 608-as szép reggelit. Egy kis reggeli lecsó anyukám készítette, így a legjobb. Szép napot a Zöldséges Zsolt. Oh. És gondolom hidegen? Ez mind a két enni. Féle módon jó. Igen, nagyon. Na jó, ennyit erről. Időjárás jelentés, Anetka. Azt mondja, tombol a nyár. Várjál, tegnap volt egy kis zápor nálunk. Komolyan? Aha. Hát itt Pesten nem. Vagy legalábbis amerre én voltam, arra biztos, hogy és az volt. Én applikációm azt mondta, hogy ma lesz is. 13 órakor egy kis zápor, este felé is egy kis zápor. Fejezzem be, én ezt olvasom el, aztán pofázzak? Nem, ajánlatják. Én is ajánlatom a záporokat, de össze... Ajánlatom. Akinek de... kell vigye. Na jó, egy-egy zápor, itt van, oké. Okay. Tehát ne tévesztenek meg senkit a felhők. Egy-egy zápor és 30-35 fok a mai célja az időjárásnak. Bizony. Hát nem adja lejjebb. Holnap is ilyen időnk lesz, de hétvégére visszatér a száraz meleg. Az előrejelzések szerint így terik majd az augusztus, és a szeptemberrel sem lesz gond. Jó. Megnéztem egy szeptemberi előrejelzést, és képzeljétek el, hogy ilyen 20-25 fokot mondanak. Nyilván lesznek csapadékosabb napok, de hogy alapvetően nyári időnk lesz szeptember végéig. Hát a 20-25 az már... Ja. Oké, Ábrahám névnap van. Mm-hmm. Oké. Ma van a hontalan állatok világnapja. Igen, ez fontos. Hát a legtöbb állat hontalan. És csak az az állat honos, amit te bezártál egy lakásba? Igen. Ráerőszakoltuk az otthont. Tulajdonképpen az oroszlán is hontalan. Hát az oroszlán hontalan, a gekko hontalan, tehát mindenki hontalan. Hát ez a... Jó, én most itt konkrétan a kidobott kis állatokra gondoltam. Inkább ez a gazdátlan. Ja, ezt te csináltad ezt a világnapot? Nem, no. De benne vagyok. Teljes messzélességgel. Miért van az, hogy akinek van egy kutyája, az hirtelen elkezdi az állatokat így globálisan szeretni, minden állatot? Én előtte is szerettem, mielőtt nem volt kutyám. Honnan tudod, hogy szeretted? Szerintem ez nem lehet tudni. De, mert amikor láttam egy kis kutyát, akkor mindig vártam rá. De kis kutyázzál, egy kis gilisztát. Azt is, egy kis lepkét. Igen, nekem szerettem. Nem mondom azt, hogy szerettem volna egy lepkét otthon, vagy egy kis gilisztát. De akkor honnan tudod, hogy szeretted? Akkor lehet, hogy én is szerettem az állatokat. De azért, mert mondjuk nem tapostam el. Mára melyiket?
Uh-huh. Egyet sem. Én szelektíve azért tudok taposni. Ajaj. Azt tudjuk. De nem az, de hát a nem eltaposó ember az szereti az állatokat. Honnan tud, ugye ez divatos mondani, én nagyon szeretem az állatokat. Általában megkérdeznek, szépségkirálynő vagy, mit szeretsz az állatokat. Tök jó, ezzel nem lehet tévedni. Igen. De szeretném tudni, hogy honnan tudod, hogy szereted az állatokat. Vagy egyszerűen csak elmész mellettük, vagy közömbös vagy irántuk? Nem, közömbös sem. Ha átölelne téged egy sáska, akkor te azt fogadnád? Fogadnám, tegnap volt az erkélyemen egy sáska, és fogadtam őt szeretettel, és egyébként a múltkor a belvárosban egy sünivel futottam össze a járdán. Mire ő? Összefutottam egy sünivel. Hát süni, hát te sagikám, szevasz! És képzeljétek el, hogy tehát azért eltessék. Nem tapostad el. Nem, és nem is hagytam ott a járda szélén. Hogy ha nem, most jön a szeretet. Te is a Gosdúdvarba mész süni, hát akkor mehetnék együtt. Hanem egy nejlon zacsival így megfojtottad. Megfogtam, és levittem a Dunapartra. Mert remélem, hogy a tud úszni. Nem tud úszni. Hogy aztán egy nagy fejessel végezze be. Jó, tehát ez az, jó, akartam tudni, tehát az állatszerető ezt csinálja, nejlonzacskókkal odébb visz állatokat, ahol nem tartja helyesnek őket. Igen. Jó, például okay. Én nem hagytam ott a sünit, és büszke vagyok magamra, mert el is mehettem volna mellette. Honnan vitted el nejlonzacskóban a Dunáig? Hát, a Rosdudvarból. Ami azért egy távolság. Lehet, hogy a családját összakította el örökre, akik a Gosduban laknak. És amikor beraktad a csomagtartóba? Nem, gyalogoltam vele. Nejlon táskával. Lehet, hogy be is hányta. Hogy ez meg kéne kérdezni egyébként egy ilyen... Gyerekek, ha bajánál bárki egy sünit ki. Nem orvost, hogy nem, hanem egy állatszakértőt, hogy egyáltalán jót tette, lehet, hogy ott van, mit tudom, négy sünkölyök szopizna ma délután süntejet. És de hát bárhol is van az ő fészkük, és te elvited őt a Dunába, hogy fiú. Jó, hát figyelj. Négy tovább. Hétvégén le van zárva az autósok elől. Ez olyan, mintha valakinek itt lenne egy család, és hirtelen teleportál neki Cancunba, oda letennék. Igen, kész. Abszolút. Tehát ezt gondolj bele, hogy a te állatszereteted ez ilyen. Most mit csinál? Féltem attól, hogy elüti egy autó, vagy rámegy egy bringás, vagy egy gyalogos részeg, és gondoltam, hogy jót teszek vele. Hát ezzel van tele a rakpart hétvégén. Részegekkel és bringásokkal. Oda vitte. És részegbringásokkal. Sehogy nem tudok jót csinálni a sünit. Nem csak, de érted, nem veled akarok kötözködni, hanem ezzel szeretem az állatokat, ennek hogy tudja az ember saját magán ezt megállapítani? Én nem tudom, én konkrét állatokat szeretek. Tehát, na, ez már felelős. Tehát az, hogy a mi macskánkat Jolánt én szeretem, az egy dolog. Így van. Ettől még az utcában, amik megjelennek, azok a rettenetes kandúrok, meg összekarmolt fej, azokat nem szeretem. Jó, nagyon. Közöm nincs hozzá. Én veled vagyok, Laci. Én nem vagyok veletek, mert hogy én mindig ettől rettegek, hogy meg ne lássak egy kóbor kutyát az utcán. Beleviszed a Dunapartra. Azonnal hívod a sintért. Nem, hogy, mert akkor kétségbe esnék, és valószínűleg hazavinném. Utána megkeresnék neki gazdát a neten, de hogy biztos, hogy nem hagynám ott. A neten. Jó. Köszi, Anett. Valamelyest értem már. Más. 65 éves Louise Veronica Ciccone. Azaz Madonna. 49 éves Egerszegi Krisztina. Akkor 46 éves Farkasházi Réka. Ó, olyan helyes képet rakott ki magáról, nyaralni vannak, és egy ilyen tükörben messziről látszik, bikiniben van, és akkor itt megint arról azt mondta, hogy azt mondtam a férjem, hogy olyan szép vagyok, és hogy szoktam mondani, de hogy olyan helyesek ezek. Hogy ma ő is annak érezte magát. Nagyon helyes. Hogy néz ki bikiniben? Nem láttam még Rékát soha bikiniben. Hát belenagyítottam. Tudtam. Mindenki is belenagyított. Azért nem veszek már nyomtatott újságot, borsot vagy blikket, mert nem tudok belenagyítani a képekbe. Régen azt a nagy Sherlock Holmes nagyított kellett ezt használni. Nem tudom így fölhúzni a képet. 108 éve Charles F. Kettering szabadalmaztatta az elektromos önindítót. Jaj, bocsáss meg, Gyuri. Semmi, én örülök. Legalább így a Lacika el tudja mindig mutogatni, milyen hangja van annak a Mercedesnek. Mutasd, Lacika, és Lacika már állíts fel. Miről lehet beszélgetni? Milyen hangja van a WC-re húzódnak? Hát mit? Te neked más technikai eszköz nincs is otthon. Most jól jönne neked, úgy hallom, cserélik. És cserélik is. Azért mondom, majd adok tanácsot, jó? Jó. 28 éve a Microsoft cég 12 millió dollárt fizetett a Rolling Stones-nak a Start Me Up című daluk reklám célú felhasználásáért. Uh-huh. Én ezt láttam, ez egy tök jó, meg ez a dal eleve baromi a Start Me Up. De azért elég erős, hogy egy gomb megjelenik a Windowsban, és akkor arra vesznek 12 milláért egy dalt. Igen, az, hogy ez az egyetlen alkalom, hogy Jagger és Richards eladta a szerzői jogát egy dalnak. Hát nem a szerzői jogát adta, hanem a dalt. Tehát egy célú felhasználásra ahhoz. Igen. De hát ott még a szerzői jog az övéké. Pont ezért tudták eladni.
erre a felhasználásra. 12 millió dollár. Úristen, egyszer írnék én egy olyan dalt. És felfigyelne rá Bill Gates. És egyszer menne el ennyiért, és akkor már minden gondom. Hát keresél valami menüpontot a Windowsban, írjál rá egy dalt, hátha. Mert nem, hát az nyilván azt a dalt először sikere kell vinni, mint mit tudom én, itthon milyen sikeres dalok, a TNT, izé, szép kicsi vagy ki. Gesztenye. Gesztenye. Kicsi gesztenye. Fú, semmihez nem passzol. Mi? Hát igen. My Computer, ez az például lehetne egy dalod. Na jó, mindegy, ezzel most nem töröm a fejem. Gyuri megírta nekünk, hogy Esztergom 20 fokos, 32 lesz, és sütni fog a nap. Sánkháj 26, 34 lesz ott, de ott esős. Miskolc 18 fokos, 32 lesz napsütéses. Tiszaújváros 19 fokos, 33 lesz nap. És Budapest 20 fokos, 33 lesz a csúcs nálunk is napsütés. Mm. Oké. A témáink, gyerekek, maradunk a 80-as éveknél. Azért mondom, hogy maradunk, mert tegnap ugye a modellvilágról, a divatvilágról beszélgettünk Pataki Ágival, illetve többek között erről beszélgettünk Pataki Ágival. És annyira jó volt ezeket a 80-as évek béli fotóit például felidézni. Igen, meg arra az egész világra egy kicsit visszaemlékezni, meg hogy milyen lehetett akkor modellnek, sztárnak lenni. Az egy jó világ lehetett egyébként belül valahol. Egyébként így van, csak hát szegények nem kerestek annyi pénzt. De a 80-as évekről, és hát ugye hál' Istennek sokan vagyunk, akik tudunk ezzel vagy erről nosztalgiázni, egyedül a Gyuri született 88-ban, és amíg egyáltalán valamilyen szinten esze lett, akkor már elmúltak a 90-es évek is. Sőt, szerintem valahol az 2030-as évek is elmúlnak. 2002 környéken kezdtem a gimit, akkor majd eszméltem. Szóval így a Gyurival nem tudunk erről beszélni, de nem, hülyéskedek, de itt... Találtunk egy pár ilyen reklámot, a TV reklámot, amit ti is ismertek, máskor is játszottunk már be ilyeneket, amely 80-as évek kajáiról szól. Uh-huh. És akkor eszembe jutott, hogy miket ettünk a 80-as évek, azért tök más dolgokat ettünk. Igen, én egyet tudtam hozzátenni tegnap. Mondd. Tudod, az eszkimós bélszínrólót. Igen, az eszkimós bélszínróló. Igen. Az eszkimó volt rajta, de ugye Mirelit. Igen, Mirelit. Volt és az eszkimó csávó volt rajta, és a bélszínróló. Például tényleg a 80-as évek tipikus terméke a bélszínróló. Mennyi bélszín van, a fogalmam sincs, de az egész gondolom. Ország úgy falta, mint valami delikateszt. Hát. Én úgy tudom egyébként, ahogy olvasgattam az összetételét, hogy nagyjából csak a neve ilyen hangzatos, és a nevében emlékeztet a bélszínre. Igen. De olyan. De az prémium volt, tehát az nálunk például ritkán volt bélszínróló, és az ilyen ünnepi alkalom ezt mondom, volt. Hogy az egy ilyen delikátesznek számított, tényleg senki nem tudja a bélszín tartalmát, de az egy ilyen összegyúrt ilyen hengerke, panírba, gyakorlatilag valamiféle húspép, gondolom fel volt húzva valamivel, és ilyen panír, be volt panír, az kisütötted, ennyi volt. Ennyi. Szerintem inkább a színéről kapta a nevét, tehát hogy bélszín. Roló, bélszín, olyan színe van, mint a belemnek. Ennyi köze lehetett szerintem, nem tudom akkoriban miből készült. Szóval, belehallgatunk egy pár ilyen reklámba, és próbáljuk elemezni egyrészt abból a szempontból, mi ezt ettük akkor, hát itt van Gyurka, ott van Hurka, aha, ugye, hogy azt minek reklámozták? Hát, igen. Nem értem, vegyél hurkát, akkor miért nem vegyél hurkát az Adidas-tól, vagy egyéb hurkát a Globus-tól, vagy... Igen, tehát, hogy az, hogy hurka. Az, hogy hurka, hát az... Ez mit reklámolja? A paprikás krumplinak is lehetett volna reklámja. Igen, pontosan. Milyen jó a paprikás krumpli, vegyetek! És akkor kész, hol? Vagy kitől? Vagy mi? Igen. Tehát mi célja van ennek a reklámnak? Vagy van egy pár nagyon-nagyon meglepő. Hát az, hogy picit rasszista, picit szexista. Az nem volt gond. Az nem volt gond. Ma öröm hallgatni, ebben, amikor te saját szánkra verünk egy véletlen kiszólásért. Bizony. És akkor a 80-as években ez tök oké volt. Olyan testszégyenítő reklámunk lesz, gyerekek. Olyan szépen osztják a kövéreket, hogy nem azért, mert semmi bajunk a kövérekkel, hanem az, hogy ezt akkor meg lehetett csinálni, és a társadalomnak nem volt ezzel problémája. De szexista reklám is simán készült. Imádom a szexista reklámokat. Azt tudom, de hogy vissza kell nyúlni ezért a 80-as években már. Nem, ezt humorral kell felfogni, én azt gondolom, és ezért, hogy pontosan, amit te mondasz, vissza kell nyúlni a 80-as évekig, hogy egyáltalán humorkodhassunk vele. Uh-huh. Igen, ez az egyik lesz. A másik témánk meg valós gasztronómia, mert hogy Lázár séf, azaz Kovács Lázár érkezik hozzánk ma. Tudjátok, ő elmesélte, hogy ő indul a pármai pizza világbajnokságon, mi akkor beszéltünk vele. Uh-huh. És lenyűgözte a pármaiakat a kreativitása, ahogy tálaltak, meg lenyűgözte őket az, ahogy ő pálpusztait tett a pizzára, meg mit még? Hát én a pálpusztára emlékszem leginkább, mert az a legjellegzetesebb. Tehát az, és az meg a paradicsom, amit itthonról vitt. Igen, és saját termesztésű valamilyen extra spéci paradicsom, és az sem
Rossz, hogy az ő tésztájuk a hetedik legjobb tészta lett azon a világbajnokságon. Hát ez egy nagyon komoly eredmény. Hát a tészta az a mindene a pizzának tulajdonképpen. Na és Lázár azt mondta, hogy most készül egy újabbra, megint világbajnokság nálunk. Nem, magyar pizza bajnokság. Magyar pizza bajnokság, nem világbajnokság, sorry. Így van, és most azt mondta, hogy most annyira edzésben van, hogy egy ilyen edzés fordulóként behozná hozzánk ezt a világbajnok hetedik tésztát, és akkor megmutatná, hogy hogy tud ebből mindenfélét alkotni. Tehát itt süti, hozza ő is, ugye magával nálunk volt már pizzasütő, és ő is hozza magával az ő pizzasütő kemencéjét. És itt befinisel nekünk kétféle pizzát, egyik a világ legolcsóbb pizzája, a másik a világ legdrágább pizzája. Las Vegasból jött az ihlet Lázár séfnek, de hogy mi ez, el nem árult, én fogalmam sincs, hogy mi lesz legdrágább. Ez. Legdrágább. Remélem, hogy jó a zsebébe nyúl. Hát én is nagyon, és utána nem számláz nekünk. Azt nem mondta. Mi a legdrágább alapanyag, amit rá lehet rakni pizzára? Csak mondjuk kajában. Kajában a legdrágább alapanyag? Fú, ez egy jó kérdés. Hát a beluga kaviár biztos, hogy nagyon drága. Igen. Biztos hozzá Lázár beluga kaviárt. Biztos. Akkor mi van? Hát még a aranyozott steak. Wagyu, az meg ott az aranya drága. A Wagyu marhából készül dolgok, igen, drágák tudnak lenni, bizonyos. Hát a fene tudja. Gömbhal. Nem tudom, hogy egy steak attól is tud hát, drága lenni. Hát tudjátok, ott van ez a török idióta, aki ilyen hattyút formál a karjából, és úgy szórja rá a steakre a sót, és akkor innentől 13 ezer dollár. Lehet, hogy ő lesz a pizza, ki tudja. Behozta a karját a töröknek. Szolt B karja lesz a pizza. Szolt B karja. Mindegy, Lázár sévít nekünk pizzát, sőt, mi elmondjuk az élményeket, és hát nyilvánvalóan baromira kíváncsiak vagyunk, hogy mi ez a spéci dolog, mert mindig nagyon-nagyon kreatív. Aztán Agrárszerda, ne felejtsük el. Hát bizony, a paradicsom aszalás autóban még megmaradt Vogánál. De a hűgelágyásról is beszélni kell. Na, azt mondta János, hogy nagyon hirtelen betört egy új trend az ágyáspiacra, és erről szeretem beszélni. Így van, mert hogy nálad is ennek nagyon jó helye lenne. Sokkal praktikusabb, jól is nézne ki. Hozna már egyszer legalább egy vetőmagot, vagy valamit hozzá, ez a nálad milyen jó lenne. De az elmúlt három évben mivel telepítettem a tele fejben az én kertemet? Ott már dzsungel van. Dzsungel van. Füstölő minden. De amíg mi a padot festjük, egyébként ő tud nálad telepíteni egy hűgelágyást. Abszolút tud, hát én szabad kezet hagyok neki. Na jó, tegnap beszélgettünk, az előbb említettem már, hát a 80-as évek, igazából a 90-es évek nemzetközi fotomodell sztárjaiból indultunk ki. Akik most egy fotó erejéig a Vogue címlapján összeálltak, na de mi inkább nyilvánvalóan arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen volt Magyarországon a modell szakma, és a legnagyobb modellel beszélgettünk Pataki Ágival. Mamma, mi nyűgöz le, Laci? Hát 7 óra lesz 10 perc, szóval valaki kérdezi, hogy néztem-e tegnap YouTube-on livestreamben Billie Eilish koncertet. Én itt a kanapén néztem, mitől örülnek meg a tinik és a lányom, aki a helyszínen volt. Nem, Fati, nem tudtam, hogy ezt live-ban közvetítik. Tényleg nem tudtam. Egy pár videót kaptam már valakitől, de hát messze nem az volt, amit mondtam, messze nem az a show volt, az a látvány volt, mint ami egy önálló koncertem volt Londonban például, tavaly, láttam. De én nagyon bírom, hogy őt lehet szeretni, vagy nem szeretni, hát ennyi, hogyha valaki nem szereti, akkor ásítozik és unatkozik. Én tegnap a teraszon hallgattam egy kicsit a Billie Eilish-t, és nem szerettem bele. Nem szerettél bele. Ez a távolság miatt volt. Gábor aszfaltozni, mikor fogsz, Bandi Pécs? Amikor jön a kátyú, és elhatároztam, hogy azt a saját utcámra fogom felhasználni, amit kaptam tőled. És én nagyon várom, mert az irodába oda van rakva, ahol én ülök. Nagyon igen, valaki. Két dolog is kell, a kártyunk kívül még az, hogy valaki lecipelje a showman csomagtartójába majd ezt, igen. Így van, így van. Jó, a héten nekem... Így van. Hát ezt mondom, persze. Hát Laszika ezt... már jelentkezett erre, csak mondom, azóta csúszik ez az ügy. De már én is lassan. Oké, okay. Gyuri, van hová fejlődni, Kenwood, Blaupunkt, talán inkább Becker. Hát én csak azt... Becker, üzeni Feci a becsülete. Becker. Én csak azt tudtam mondani, amit hallok, tudod? Hát egyiket sem használtuk. Azt tudod mondani, amit te kezdhelyen láttál a kis autóneperjeitől. Hogy, hát tőletek tudom ezt a szerkesztőségi garázsunkban. Mi Kenwoodot meg Blaupunktot szóba se hoztunk. Nekünk az nem téma. Ó, hát én évtizedeken keresztül úgy éltem, hogy amikor nekünk volt az a 123-as fehér mercink, és abban volt az a kék bőr borítás belül az üléseken, ugye én most tudtam meg, hogy én úgy éltem le az életemet, hogy nem tudtam, hogy az MB-tex. És azt itt kellett megtanulni. De ezeket nem jegyzi meg, mert ő felületes humorizáló. Ó, tesó! Laci, mit találtál te? Gyerekek, a Beyoncé turnéjáról kiszivárgott a backstage-ből egy-két fotó most, és hát most nem tudják mire vélni ezeket a képeket. Egy nagy fekete ládára az van, tudod, ezekkel a sablon betűkkel így fehérben ráfújva, hogy... Az van ráírva, hogy vibrator. Ez nem szivárgott ki, de hogy az van ráírva, hogy Beyoncé és WC ülőkék.
egy nagy ládában. Ez nagyon, nagyjából sejtem, mit jelent. Hát nagyjából, én nem tudom, valahogy a bulvár is úgy rakta össze ezt a dolgot, hogy valószínűleg a Beyoncé-nek a riderében vagy, ami neki muszáj, hogy ott legyen, az minden helyszínre viszi magával a saját WC ülőkéjét, vagy WC ülőkéjét, mert nyilván szett van belőle. És ezt tökre megértem, tehát hiába, hát mit tudom én, gondolj bele, azon a bizonyos WC-n, amit ott a szigeten, ugye, vagy a szigeten kapcsolatban beszélgetünk Kádár Tamással, ugye Prince előtt a pápa használta. Uh-huh. Na most érted, ha én Prince vagyok, ki tudja, én lehet, hogy azt, vagy szólok a Gyurinak, hogy hozzatok már egy higgikendőt. Hát ez de az. Ez lehet egy megoldás. De komfortosabb amúgy tényleg, ha van egy saját deszkád, az egy kicsit otthon érzést ad. És az biztos, hogy higiénikailag rendben van. Igen. Nem a magyarokra bízod, vagy a nem tudom, a New Orleansiakra bízod a higiéniát. Ezzel nincs baj, és köszönöm az ötletet, mert a következő turnén ez... Hát ott a Prince WC-jét visszük úgyis, ez már le van dílelve. Az szép lesz, igen. Egyébként Beyoncé anya segítségére sietett, hogy nem erről van szó, hogy az én lányom az a WC ülőkéjét viteti magával, hanem abban ilyen kis kinyitható székek vannak, mert van néhány rajongó, aki a koncert alatt fölülhet a színpadra, aha, és akkor azokat a székeket rakják oda, de hát erre meg mondták, hogy azt egyébként minden helyszín tud adni 6 darab széket. Tehát, hogy... Na, abban minden... nem bízunk. Igen. Michael Moore volt az egyik fellépője a szigetnek, a nagy színpadon, és azt mondta, az ki? Michael Moore, egy zenész, Gyuri többet. Ja, igen. Ott. Nagy visszatérő egyébként, ő nagyon sokszor volt. Igen. Visszatért, igen. Igen, és teljesen elbűvölte a magyar közönséget, azt mondják, mert azt mondta a színpadon, hogy ez a kedvenc városom, hihetetlen, hogy itt milyen szép épületek és kastélyok vannak, csinosak a magyar lányok, és jóképűek, izmosak a magyar férfiak. Lehetetlen, hogy itt valakinek rossz kedve legyen, ide akarok költözni. Jaj, jöjjön. Mondta. Én nagyon csípem. Jöhet. Igen, de hát ő honnan veszi ezt az összképet Magyarországról? Hát amit a Kempinskiből, vagy a színpadról lenézi, és ott látja a sok-sok Gyurit a papírpohárra a kezébe. Kempinski recepciója lát, ó, milyen csinos londéner fiú, ó, milyen kedves bárpultos. Ide akarok költözni. Ez a Kempinski is milyen szép ház. Milyen szép kastély. Igen, minden, ami 20 évnél régebbi épület, az már neki kastély lehet ezek szerint. Én egyébként iszonyatosan unom már, amikor és hát nyilvánvalóan idézzük a magyar sajtóban, akkor bármelyik világsztár idejön, és elmondja azt a 3 sablonos mondatot Magyarországon. Jaj, de szép a város, jaj, de szépek a nők, jaj, de jó, itt mit tudom én. Teljesen igazad van. Teljesen igazad van, de mindig mit, működik. De mit mondjon? Mindig megőrülnek érte, most is. Tényleg, tök sablonos volt, és most is megőrülnek érte. De ezt a színpadon mondta ráadásul? Igen. Jó, de szellemes. Hát de most komolyan mit, te odamész, nem tudom. Én is örülök, ha be vagyok rúgva. Persze, hát büszke vagyok. Abszolút. De én szeretem. Tehát én sokkal kevésbé szeretem azt, hogy nem szólal semmit. Na. Hát mit, Lindemann, érted? Jó, tudom, szégyenében. De Lindemann csak annyit mondott, hogy Budapest! Azt hiszem ennyit szólt hozzánk. Hát a többit meg kihúzták a vonológiából, amit még szokott mondani. Ja, szokott, budapesti, na most azt szeretném veletek csinálni. Jaj, ezt kihúzták. Lindi a botrányra való tekintettel, Lindi, ezt már nem mond el, légy szín. Illetve Lacika még küldött nekem tegnap egy hírt, hogy ez milyen jó lesz a rovatban. Azt mondja, hogy szégyelte a magasságát a TikToker, de most már nagyon büszke magára, mert hogy ő nagyon-nagyon magas, és ebből épített föl egy TikTok csatornát, egy csajról van szó egyébként, azt hiszem, hogy Angliából, és így fogom, én megnéztem, hogy na, tényleg mennyire durván magas lehet ez a TikToker. De, mi, erre de hogy lehet ezt megállapítani egy TikTok videóból? Hát odaállt egy ufás doboz mellé, és akkor... Egy marmoros doboz mellé. Ugye nem hogy lesz megállapítani? Nem, hát ő... Odaállt egy ufás doboz mellé, és felkértött, hogy produkció? Tadám, magas vagyok, képzeljétek el. Hát mondom, megnézem már, hogy tényleg milyen magassággal lehet egy TikTok csatornát felépíteni, hogy arra tényleg gerjedjenek a követők, és így fogalmaz a cikk, hogy 20 centi hiány 2 méter magas. A TikToker. 20 centi hiány 2 méter magas. 180 centi? Azt várjál, azt mondja, két hiány, akkor az 180 centiméter, amennyi én is vagyok egyébként. De hogy, hát nem igen. Tudom. Hát kezdjél egy gyufásdobozok mellé állni, Laci, mert én nem tudom, lehet élet. Kizártnak tartom, hogy én a 180 centis magasságommal egy TikTok csatornát tudjak indítani, de nőbe 180 centi, az már brutálisnak számít. Szerintem ez egy ilyen számmágia. Nem véletlenül, tehát hogyha veszel egy terméket, és az az ára, hogy 499 forint, az nem 500.
érted, és pszichológiailag, és ugyanez az a két méter vagyok 20 centi hiány. Igen, igen, igen. Hát hányszor hallottuk igazából már... egy alacsony 180-as. Hányszor hallottuk már tudósításokban, fél ezeres tömeg, nem 500 fő, fél ezeres tömeg. Ja, igen. De Lacika egyébként kimentett ebből, megmagyarázta, mert hogy elmondta nekem, én ezt nem tudtam, hogy a TikTokerek azok ilyen 15-20 centi magasak alapvetően. És mi csak van? Így, csak így férnek el a képernyőn. Tehát, hogy ez, ja, a magyarázat... ez a közös humorotok? Ez a közös, igen. Ja, jó, okay. Sokat nevettünk. Akkor itt fejezzük be ezt a blokkot. Rendben. Mert ugye mindig a legjobbnál kell. És az te vagy? Nem, én már csak átvezető vagyok. Átvezető vagyok a 80-as években újra, és találtunk egy csomó olyan reklámot, ami szerintem, hogyha a 80-as években tévézgettetek, akkor mindegyik ismerős lesz. De mai szemmel ezeket nézve, hallgatva azért egy pár kérdés felmerül. Lesz hurkás reklám lesz, negrós reklám lesz, négercsókos reklám, halászlés reklám. És ezekből mutatunk majd a hangbejátszásokat, de elemezzük már egy picit. Egyrészt azt, hogy tényleg ezeket ettük. A. Aha. Kettő. B. Mitől fogytunk a 80-as években, arra is van reklám. Akkor nagyon komoly aggályaink vannak, amennyiben most itt a PC oldalon állnánk, vagy állunk, akkor ugye rasszista és szexista kijelentések, testszégyenítős, és ezek mind-mind fincsi magyar reklámok, amelyek alapján mi kajákat vásároltunk. Hát igen, ezt az összeállítást én találtam, és engem sokkoltak ezek a reklámok, és amikor megmutattam nektek, akkor mondtátok, hogy hát ez volt az életetek. Bizony. Így van. Úgyhogy lesznek azért kérdések, felmerültek. Így van. Gyuri, lehet, hogy nem tudom, idegrángást kap, vagy libabőrt, vagy nem tudom, mit kapsz. Mit kapsz, amikor hallasz jó rasszista, szaftos szövegeket? Akkor milyen érzéseid vannak? Szörnyen megvetem. Szexista? Mhm. Nézzük Gyuri reakcióját a hírek után. 7 óra 10 perc van, jó reggelt megint. Szevasztok minden drága hallgatóknak. Hello, hello Lacinak is, jó reggelt. Reggel. Sziasztok. Gyurinak is. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt. Hello Anett, jó reggelt. Reggel. Sziasztok. Szia. Gyerekek, mik vannak itt? Van egy közlekedésünk, baleset az M1-esen Herceghalmi kijárónál Budapest felé. Budapest Igen. felé 3 kilométeres a sor. A 27-es kilométernél a belső sávot zárták le, és azt tanácsolják, hogy Bicske és Herceghalom között válasszák inkább az egyes számú főutat. Érjenek valahol le. Jó, ügyes. Azért ügyes, mert hogyha M1-es mellett egy 1-es számú út van, az M3-as mellett egy 3-as számú, az M5-ös mellett egy 5-ös számú. Tehát tök jól van ez kitalálva. Bizony, bizony. Igen. Nem kell nagyon izé, tehát hogy az M1-es helyett válasz a 27-es főutat. Tehát nincs ilyen. Ezt nagyon nem hülyék csinálták. Még régen csinálták, ez még régi. Persze. Igen. Na, az oroszlán Afrikában honos. A kenguru Ausztráliában honos. Így aztán ebből fakadóan minden állat, akit elvisznek a természetes környezetükről állatkertekbe, hontalanná válik. Hát az az új otthona, Köszönöm. Nem? Hát nem, ez egy felfogás, amivel én valahol egyébként osztozom. Na jó, gyerekek, tegnap beszéltünk ugye a 80-as évek divat világáról. Nagyon jó volt. És most maradunk is a 80-as éveknél. Gasztró napunk van, teljesen egyértelműen. Hadd mondjam el közben, hogy a konyha részünkben Kovács Lázár már a szuper pizzáit, mert ugye egy magyar pizza bajnokság van készülőben, amelynek ő egyébként a főszervezője, elhozta itt a, tehát amiket látok itt az asztalon, csilik, sonkák, abból ugye füstölt is, meg főtt is, ha jól látom, garnélarák, gomba, mozzarella. Igen, mindenféle zöld fűszernövények, olívaolajat is hozott a jó Lázár, ezt gallérrel megdíszítette, hogy ne csurogjon mellé. Madársaláta. Ott hiába keres bármit, semmit nem fog találni. Miközben nézzük itt kamerát. Nem ott van. Mit keresel, van, Lázár? Nézelődik. A kamerán keresztül látunk, mutogasd el, mit keresel? Olló. Egy korsó sör. Akkor a jobb oldali felső, a legközelebb a hűtőszekrényre, ott nézzél. Az jó lesz? Nincs korsó. Bögre van. Bögre. Az jó lesz. Igen. Okay. Sört a hűtőben találod, a hűtőt látod. Hab nélkül kérjük. Így van. És a Gyuri bankkártyát mindjárt kiküldöm, és bármit az automatából vehettek magatoknak. Jó? Na jó, ennyit erről, tehát ő ott van most is, ugye a kamerán keresztül látjuk Lázárt, elképesztő, hogy milyen... Hol tart a technológia? Nem, és hozott pizzasütőt nyilvánvalóan, igen, és hát komolyan. Ugye elkészíti a világ nem legdrágább pizzáját, most már helyesbített. Igen, most már... Hát, illetve nem helyesbített, hanem téged javított ki, hogy te hülye vagy, és nem fogtad föl, hogy mit mond. Mit
mit mondott? Mesélj. Hogy nagyon jó alapanyagokat hoz. A csúsztatás nagymestere ez az ember. Na mindegy, ezt majd megdumáljuk. De az viszont biztos, hogy a világbajnok 7. pizzatésztát fogja megcsinálni, mivel 7. helyezést. Miért hozzál az elsőt? Mert az nem az övé. Ja. Jó. Mindegy, itt van Lázár. Egy óra múlva beszélünk vele. És pakol. Na, ma most viszont beszélünk a 80-as évek kajáiról. 80-as években a Gyuri csecsemő volt, mi különböző korosztályúak, de nagyjából azért emlékszünk arra, hogy mit ettünk, nem? Hogyne. Igen. Persze. Teljesen más volt a felhozatal, mint ma. Nyilvánvalóan. Sokkal szűkebb volt nyilván. Sokkal kevesebből lehetett választani. Én a Mirelit gyárnak a termékeivel voltam nagyon nagy barátságban. Mint? Tehát... Vörös káposzta? Nem, hanem például a pizza. Volt egy ilyen... Akkor volt már pizza. Tudod, milyen pizzájuk volt? Meg voltam érte őrülve, és tudod, mi tetszett legjobban? Hogy a tészta alján, amikor olyan kőkeményei meg tudtad kopogtatni az asztalon, akkor az alján ilyen kis kiszúrtjuk a csocskák voltak, tehát profi meg volt csinálva, gondolom, páratartalmi. Nem. Hát abból lett a kenyérlángos, nem? Az ma lehet venni fesztiválokon. Nem, az ilyen kekszerű volt. Kekszerű tehát, volt. Ugye, hogy én ropogott, ilyen, nagyon rossz volt. Volt valami gyári paradicsom szósz rajta, megreszelt sajt, valószínűleg trappista. Igen. És ez volt a pizza. Egyébként. Ez volt a pizza. Anette? Nekem az eszkimós bélszínróló. Ez abszolút a gyerekkorom. Ne továbbja volt. De ott volt az eszkimós csávó, ugye ő volt a reklámfigurája, igen. A Mirelitnek. Egy ujjas kesztyűben. Egy ujjas ilyen kis bundás kesztyűben. És a bélszínróló, az nem mindenkinek jutott, azt az óvodában nem osztogatták. Nem, az csak. Hát az bélszínből kellett... rollozni. Igen. Nehéz mondjuk elképzelni, hogy a bélszínből ott nyomták ki ezeket a kis... Nehéz. Valaki ránézett már arra a dobozra, hogy annak a bélszín tartalma valójában mennyi? A Gyuri próbálta megfejteni, de nem nagyon láttunk benne normális hústartalmat. Mitől volt ez olyan drága? Ez egy romantikus elnevezés volt szerintem. Szerintem az eszkimótól. Nem tudom, én a 80-as években, hogyha most így próbálom visszaidézni, hogy amikor kinyitottam a hűtőnket, akkor mi volt benne? Akkor volt benne zacskós tej, általában megsavanyodva, és ilyen kis fehérje foszlányok még ott voltak a kis levágott szája szélén. De csináltatok joghurtot természetesen. Nem akartunk, de hát ez tehát nem... egy tej, amiben nem bíztam, arra emlékszem. Kenőmájos volt, sertésmájkrém. Én jobban szerettem a fóliásat, abban volt egy kedvencem, mint a konzerveset. A jobb is volt. Aha. Ugye? Akkor párizsi, azt a közérben vágta a nő késsel, amíg nem volt, aztán később a 80-as évek végén volt szeletelőgépük is, és ilyen vastag szeleteket vágott azzal. Igen. A mocskos ujjával. Ó, te jó ég! Azt is becsomagolt olyan zsírpapírba, és akkor a füle mögül elővette a ceruzát, és rájött, hogy 240. Így volt. Meghozta az étvágyadat ez a jelenet, gondolom. Figyelj, ez volt a kultúra. Uh-huh. Igen, ez a párizsi volt, tudom, hogy Omnia kávét ettem, vagy mi az, ittam. Bedekó kakaó. Mikor elfogyott a párizsik, akkor kanalasztam az Omnia kávét. Na, egy dupla presszót akkor. Nézd, ami volt a termékként a piacon, azt fogyasztottad. Igen, igen. Nem volt ez a sokaság, mint most. Hát ezt tudom, erről sokan meséltek, de hát azért mindennel együtt ezt így komoly hallgatni. Ja, piros magyaros csoki az volt az exkluzív, én boci csokiról leszoktam, azt nem szerettem. Mm-hmm. Piros magyaros csoki az még elhető volt. Nagyjából ennyit tettem. Hát ebben ez volt. Mindannyian ezt tettem. Ez volt. Hát és nálunk nem főztek, nálatok nem főztek, nálatok sem főztek. Sem, nem. Azért mondom, ilyen családban ütök föl, nálatok főztek, nem? Nem főztek, igen, igen, anyukám mindig főzött, úgyhogy nekem ez... Téged ez az ord világ, ez nem érintett meg, mert ő mindig valami finomat. Igen, igen, valami jött, amit szerettem. Jó, gyerekek, honnan tudtátok a 80-as években, hogy mit kell vásárolni a boltban? Hogy mi a finom, mi a menő? Reklámokból. Abszolút, igen. Na. Hát, hogy mi van egyáltalán, hát, mi szerintem van. Azt tudtuk. Jó, azért azt ne felejtsük el, hogy például nálunk legalább voltak reklámok. Az NDK-ban nem voltak reklámok, legalábbis azt hiszem, hogy a 60-as évek óta már nem voltak reklámok. Mert ott ugye az volt, mint Kim Jong-unnál, hogy az a jó, ami van. Minek reklámozni? Hát na igen, jó, és tegnap, amikor megnéztem ezeket a tényleg most így innen nézve fura videókat, amik akkor reklámok voltak, ezek titeket befolyásoltak bármiben? Nem. Figyelj, én azért abból a világból jöttem haza,
ahol egy lila tehén egy nagyon-nagyon finoman hangolt kolompal a nyakában, a gyönyörű Alpok a háttérben, és nekem az jelentette a világbékét, és a finomságot, az ízlést, a nem tudom. Tehát, és akkor onnan hazajöttem, és láttam ezeket a pusztító reklámokat, amelynek még ma is királyként ünneplik valamelyik rendezőjét, ki ez a Sas István. Sas István. Na, tehát, hogy... A Milka tehéntől megérkeztél, bekapcsolod a tévét, és a Véres Hurka, Mája Hurka gyerekdal fogadott. És akkor ezt most hallgassuk is meg. Aha. Jó? Ezt hallgassuk meg, erre mindenki emlékszik, és utána egy pár kérdést beszéljünk már meg ezzel kapcsolatban. Tehát itt van ez. Most rehabilitálnom kell Kefirt, mert egy jó szövegírónak tartom mától. Azt hittem, neki is köze volt ehhez. Nem, ő egy jó szövegíró ahhoz képest, hogy ez egy pusztítás volt. Tehát ez egy atombomba. Nagyon durva. A korszerű hangtechnikai megoldással, hogy ilyen elvékonyították a hangot, illetve én ott tényleg azt hallom, hogy hurkát enni, baj jó. Nem azt éne? De én is ezen nevettem. Szerintem azt éne. Mindegy is. Itt van hurk, itt van Gyurka, jaj, de jó a májas. Szóval, hogy ennyire primitívet. És akkor hadd kérdezzem már meg, hogy ezt miért kellett reklámozni? Tudjuk a hurka márkáját? Hogy miért akart eladni? Ez a Sas. Véres, májas. Hát, igen, és amúgy is mindenki evett hurkát, nem hurkát, kolbász, szalonnát, tepertőt, ezt mindenki ette. De csak vidéken. Igen, az nem lehet, hogy valóban, hogy kezdődött urbanizálódni ez az ország, aha, rengetegen kerültek társasházakba, panelekbe, stb., ahol ugye a disznó ölés, vagy hogy hívják, az már harmadik fölött már nem megvalósíthatatlan, igen. És így az élelmiszeripar elkezdett gyártani hurkákat, hogy ne otthon tömd meg a belet. És talán ezt akartál? Szerintem ez lehet a magyarázat egyébként. Igen, a városi ember, akkor nagy mennyiségben el tudunk adni hústerméket. Vagy nem tudom, a profit mennyire számított akkor, mert... Hát azért számított Magyarországot még valamelyest érdekelte a pénz. Nem úgy, mint a románokat. Jó, szóval... Oké, ez akkor ez. Igen, mondjuk ennek a hatására mi... vagy bármi hatására, mi nem ettünk hurkát. Most biztos, hogy sokaknak könnyes lett a szemük, hogy jaj, de jó, ez olyan helyes volt, de ha belegondoltok, ez pusztító. Tehát ez nem érvényes, tehát ezért büntetés jár. Hát nagyon, de ez abban a közegben tudott megélni, amikor minden reklám ilyen volt. Na gyerekek, menjünk egy picit tovább. Itt volt ugye a koleszterin dúskaja, uh-huh, és aztán egyszer csak valamikor a 80-as években felfedezték a magyarok azt is, hogy egészségesen is érdemes élni, sőt, itt ugye egy ilyen, szerintem ez a reklám már nem mehetne. Ez ugyanis totálisan a test megszégyenítésről szól. Azért mondok egy pár dolgot erről a reklámról, mert ugye nem látható, csak hallható. Gyakorlatilag itt egy strandot mutatnak a képek, ahol csak felső testeket látunk, és néha egy kövéret, néha egy vékonyat. Aha. És ebből majd itt a hangból lehet hallani, egyből kiderül, hogy ki eszik müzlit, és ki nem eszik müzlit. Na. Egyértelműen a kövér nem eszik müzlit, és gyakorlatilag kiröhögjük, és a sovány megeszik műzlit, hiszen ő egészséges. Ő eszik műzlit? Ő nem eszik műzlit. Ő eszik műzlit? Ő nem eszik műzlit. Ő eszik. Ő nem eszik műzlit. Ő sem eszik. Ő igen. Ő is eszik műzlit. Ők talán már esznek műzlit. Ő eszik. És persze, ő is eszik. Kompakt műzlit. A müzli a természetes, a teljes tápértékű, egészséges élelmiszer. Értitek? Oh, abszolút. Lacika itt egyben magára is ismert, mutatta itt nekem, hogy ő nem eszik műzlit. Az lett volna jobb, hogyha úgy megy a szöveg, hogy ez nem eszik műzlit. És gyakorlatilag annyit csináltak a személyiségi jogokkal, hogy a fejét nem mutatták. Nem egyébként igaz. Random. Mutatták. A modelleknek. Ja, de itt a kövéreknek simán mutatták a fejét. Tehát azt gondold el, amikor hazamész, boldogan a balatoni nyaralásból, beülsz a tévére, és azt mondod, hogy... Gyerekek,
aputesteket láttunk. Ott egy fejet mutattak egy aputesteket, és ez a lakótelepi anyókát szemben modellekkel és kigyúrt pasikkal. Tehát ez volt a műzli üzenete. Gyakorlatilag itt az egész ország megszégyelhette magát, mert ugye senki nem nézett ki úgy, mint az három manoket. Megragadták a lényegét a műzlinek azon, de ebben volt kreatív. És ma ez menne, ez a testszégyenítés? Vagy ez annak számítana? Ez az? Szerintem abszolút az. Abszolút. Hát hogyha, ugye itt azért mégiscsak látszanak fejek, meg látszanak arcok. Vékonyaknál is, kövéreknél is látszanak arcok. Ha ma úgy csinálnák meg a reklámot, hogy nem látszanak, akkor az olyan lenne, hogy tudod, ez az egyértelművé teszük. Kövér, rossz. Vékony, jó. Hát kövér, pontosan, rossz. Ez pont erről szólt. Hát igen, csak itt még arccal is. Tehát hogyha ma is ez lenne, hát akkor... igen, csak minden, még csak ha arc nélkül is csinálod, ez egy olyan sarkítás, ez a, ha nem eszel műzlit, ilyen kövér leszel, és ha eszel műzlit, akkor majd tökéletes lesz a tested. Ez önmagában egy hazugság. Hát hazugság minden fogyókúra pirula is. Hát te részt veszel Kassa Tibi versenyében a szép testért? Nem. Na de hát az is vélhetően hazugság. Nem? Nem tudom, fogalmam sincs, de így önmagában a műzlivel ennyit nem érsz el, érted? Persze, hogy nem érsz el, de a tablettákkal elérsz? Nem tudom, soha nem használtam még. Hát akkor rendeljünk. Nekem, én oké vagyok, itt a Lacika. Lacika, rendeljünk neked a kaszatablettákból, vagy műzlit kérsz? Próbáljuk ki. Jó, rendelünk valamit. Tehát most csináltunk egy ilyen, ez eszik kaszát, ez nem eszik kaszát. Igen. Jó, várjál, van még, gyerekek. Várjál, igen, itt van a harmadik. Ez gyakorlatilag egy vonatos jelenet. Uh-huh. Jön a kalauz, csajok ott vannak a fedélzeten, és a kalauz látja, hogy a csajok eszik ugye ezt a négercsókot. Minden brutál jó nők, és a kalauz szeretne jegyet kérni tőlük. De igazából valójában erekciója van, de ez nem látszik. Hát csak, ez a 80-as években. Ez csak a bocsi így észrevette. Hát ez szólt, köpni nyelni nem tud a csávó. Na várjál, és akkor ez az jelenet zajlik le ott a vagonban. Nyelt egyet? Kérem a... Mit kér? Egy néger csókot. Meg egy negrollit. Köszönöm. Tehát ez egy jelenet a vonaton. A kalauz és a szexi lányok között, akik a tonna számra néger csókot zabálnak. Na, mi a helyzet ezzel a reklámmal? Tulajdonképpen egy egész vasúti kocsiban csak bombázók ülnek, és négercsókot esznek, és Bennyit ez a finom úr. És Bennyit ez a finom úr, aki maga akar. Teljesen életszerű szitu. Ez oké, ez teljesen életszerű szia, aki ugye köpni nyelni nem tud attól, milyen szép nők zabálják a négercsókot. Ő jegyet szeretne kérni, de annyira beindult benne a hormon, meg a nyál elválasztás, meg minden, hogy végül azt mondja, kérek egy négercsókot. Inkább megkárosítja a mávot, csak neki legyen édessége. Tulajdonképpen ez történik, és utána visszavágnak a nőre, aki tudod, úgy harap bele abba a négercsókba, hogy hát azért az olyan szimbolikus. Abszolút szimbolikus. Tehát abszolút. Ez akkor ez a reklám mi? Szexista. Abszolút szexista. Rasszista-e? Hát a négercsók amennyire az volt önmagában az elnevezése, magában a reklámban szerintem... Mi akkor nem gondoltunk arra, hogy ez rasszista, ugye? Nem, hát persze, hogy jó. Nem. Hát igen, mert nálunk ugye nem is volt ez a színesbőrű kérdés. Ki látott először színesbőrű embert az életében, vagy a 80-as években láttatok-e színesbőrű embert? A 80-as években nem láttam. Én igen. Én láttam a kis stadionban a Boniemet. De tényleg, akkor láttam először színesbőrű embert Magyarországon. Laci, te? Nem, sehol máshol nem volt. De nálunk. A Boniem, mondom. Jó, te ott láttad. Én például... Neked ki volt a Boniemed? Nekem Székutason a házi orvos. Színesbőrű, egy afrikai ember. Igen, és csodálkoztunk is, tehát, hogy... Ez hogy viselte Székutas így fejben? Furán, de aztán hozzászoktunk, hogy nekünk van egy színesbőrű doktorbácsink. Uh-huh. Akit úgy hívtatok, mint a csókot. Igen, mert ugye ebben a reklámban te úgy hívtátok, mint a csókot és doktor bácsi. Persze, mert nem tudtam. De ezzel, oké, de nyugodtan beszéljünk erről, ezzel jó. Akkor nem volt baj. Nem, ma szégyeled, igen. Ma kimondani sem mondjuk ki. Nem, is kellemetlenül is de úgy hívtátok a doktor bácsit, mint ezt a csókot hívták. Igen. Doktor bácsi. És ezzel oké, rendben volt Székutas, nem? Persze. Székutas, persze. A nagy haverodra. A nagy haverom, igen, Gyuri, neked tényleg...
Milyen emlékeid vannak? Hát én először szerintem az egyetemen találkoztam színes bőrű. Pécset? Aha, igen. Már akkor elmúltál 18. Igen, elmúltam 18, és ez egy nemzetközi hely volt abszolút. Jöttek külföldről tanulni, diákok, mindenféle programokkal, és akkor... És mit mondtál neki? Hello! Mint amit mindenki másnak. Mire ő? Tehát, hogy nek, benned nem volt. Mit mondtál a Bonnie M-nek, mikor ott álltál? Daddy cool! Na, ez nekem nem jutott eszembe. Na, akkor gyerekek, van még, itt van ez, hát ezt szerintem mindenki ismeri. Itt csupán az van, hogy itt egy ilyen hadoró rohamba került férfi, aki fagyit szeretne kérni egy fagylaltozónál, gondban van. Picit ilyen elmebeteges a dolog, nem? Egyébként ez ugyanaz, aki a kalauz volt. Tehát ő egy annyira népszerű reklámszínész volt a 80-as években, hogy megőrül. Vagy a kalauz megzavarodott. Nem értem. Nem értem. Most kap. Vanília, csokoládé, mugyó. Köszönöm. Negro. Negro, a torok kémé. Seprője. Igen. Szóval, hogy hadar, elmebeteg, hülye, de kap egy negrót egy kisgyerektől, aki egyébként kéményseprőnek van felöltöztetve a reklámban. Minden fagyizóban felbukkan egy ilyen gyerek. Igen, és akkor onnantól tud beszélni. Jó, hát azért a magyarot akkor sem sikerült kimondania, de valamit javított rajta. Valamit javított. Oké, van még egy csodánk. Képzeljétek el, következő a reklám sztoria. Érkezik egy csomag, véletlenül egy nagykövetségre, fegyveresek veszik körbe, mert ugye sose lehet tudni, mi van egy ilyen dobozban. Uh-huh. Mindenki arra gyanakszik, hogy ebben bomba van, aztán átvilágítják, de azt se ad egyértelműen választ, és utána kinyitják, de ott fegyveresek és finom urak és hölgyek. Hát mint egy kommandósok, és... igen. Igen, és akkor benne szépen becsomagolva, mint egy ékszer lenne, ott fekszik egy ilyen üveges halászlé. Na és erre a finom ízlésű magyar reklám, ezt ugye ezekhez a képsorokhoz gondoljátok hozzá a következő hanganyagot. Gyorsan! Hátrább be! Ürítsék ki a környéket! Ürítsék ki! Veszélyes! Óvatosan! Nagy tüzes folyadék van benne. Ez a de óvatosan! Óvatosan! A legfinomabb terrorizmus. Magyaros halászlé. A Skála kultáruházakból. Ezt hallottátok? A legfinomabb terrorizmus. Magyar halászlé. A Skála kultáruházból. Én itt mondtam azt, hogy vége. Gyerekek. És akkor kiveszik és nézegetik. Ilyen van. Azért már 80-as években is így a terrorizmust egy ilyen vidám motivumként behozni egy reklámba. Azért az erős. Most a 80-as évekre gondolok vissza, azt hiszem akkor volt, amikor felrobbantották az amerikaiak Penem 747-esét. Uh-huh. Az terrorista akció volt. Akkor volt az, amikor különböző német politikusokat a Vörös Hadsereg frakció elrabolt és megölt. Az terrorizmus volt. A 70-es években volt az, amikor izraeli olimpikonokat halomra lőttek, ugye palesztin terroristák. Az terrorizmus. Ezzel a 80-as években ilyen ízléstelen halászlé reklámot csinálni, ehhez azért kellett már bátorság. Ez döbbenetes. És volt. Kis szűzárt. Piacot megcsinálták. Eleve az, hogy a magyar halászlé az eleve terrorizmus. Tehát, hogy ez mire utal? Tehát megint az van, hogy na, nem bírod megenni a magyar halászlét, mert olyan csípős. Igen, várjál. A legfinomabb terrorizmus. Magyaros halászlé. A Skála kultáruházakból. A legfinomabb terrorizmus. Atyám, ez ki volt a célcsoport? Arafat? Nem tudom, hogy ki volt az, aki felpattadt a tévé. A legfinomabb csapat, hogy hozz ebből a finom terrorizmusból haza. Hát ezt nem hiszem el. Na jó, gyerekek, így ettünk a 80-as években. És most a hallgatókat kérdezzük meg, hogy mi volt az a kaja a 80-as években, aminek egyszerűen nem kellett reklám, a mai napig visszasírod, annyira szereted, ez lehet bármi most, tényleg édesség, lehet felvágott. Konzerv, befőtt. Pontosan, valami mirelit kaja. Én például egy valamire emlékszem, én imádtam a konzerv sóletet, és abban mindig volt egy főtt tojás. Annak az íze tökéletes volt. A mai napig így tudnám zabálni. Tökéletes.
Hát voltak ilyenek biztos mindenkinek, amit imádtál a 80-as években. Kaja. 20, 22, 22, 122. Hú, gyerekek, 3-8-1 perc múlva jönnek itt egyrészt a reklámemlékek, másrészt pedig a különböző 80-as évekbeli kaja emlékek, hogy hú, de jó lenne, és az a helyzet, hogy bennem is felébresztett egy pár olyat, ami csoda volt. Az, aki aztán a Kaszkó reklámot hozta, az nem értette, tehát itt most nem reklámokat kértünk, amik jól estek, hanem kajákat, de mindegy is. Ja. Jó, nézzük egy jó, egy van, amit ezt véletlenül kitöröltem, emlékeztek-e a tubusos boci sajtra? Igen. Én azt zabáltam. Én azt kiflire, a tubusos boci sajt, és annál finomabbat, most is a számban érzem az ízét. Igen, de jó hangzik. Hát azért tubusban annál egy dolog volt jobb. Mi? A sűrített tej. Sűrített tej. Gyerekek, és nincs már. Én Spanyolországban, képzeld el, most a kisboltban vettem a kávémhoz, volt tubusos sűrített tej. És a Nórinak magyaráztam, hogy hát ez régen. És hogy nem lehet kapni. És egyébként más országokban ez a sűrített tej a mai napig egy fogalom. És ott van a polcokon. De a legközelebb olyat hozzá. És a kis zacskós tejpor. Amit 50 filléres. Igen, amit öntöttünk a szánkba. Én olyat nem tettem. Ó, figyelj, volt 2 forintunk, rohantunk a kisboltba, és abból tudtunk venni 4-et. Le kellett, mint a vaníliás cukor körülbelül. Igen. Amit amúgy a felnőttek a kávéjukba öntenek. Letépi be a kávéba, és mi azt csináltuk gyerekek, annak olyan, nem tudom, valami édesség jellege volt, és így hátra döntött fejjel, így a papír zacskóból, de próbáltad kicsalni belőle, a párától, ahogy lélegzel, de az a papír zacskó, az bennedvesett, beleragadt a a gusztustalan részét mesélt. Ez lerakadt a nyelvemre, le kellett nyelnem a papírt is, minden. De ez szerintem... A nyálam, ahogy csurgott a tejporral együtt a zacskóból, a 80-as évek. Hát figyelj, ez neked lehet, hogy idegen, de szerintem ez nagyon sok hallgatóban biztos. Elhiszem, csak a nyál részét nem akarom. Velük is ez történt, tehát ne, most már beszéljünk nyíltan erről. Mi volt a tejporral? Jó reggelt, rádiózás istenéje és istennője, Mindák Dávidnak kérnék egy köszöntést, 3 hónap után áttért a legjobb rádióhoz, István Svájcból. Köszönöm. Hát Dávidnak egy... Hájjá! Itt van te is közöttünk, Dávid. Aztán régi reklám, királylány áll a terem közepén. Hát eljöttél, értem, királyfi. Királyfi a királylányt kikerülve odafut az asztalhoz. Ugyan már királylány, én csak az orosházi libamáj konzervekért jöttem. Ez a híres sas? Nem tudom, ne, ez nem lehet tudni. Nagy része a Sas István, nem mindegyik. De hát nem jó Sas István, tehát tudjuk szakmailag, hogy ez a 80-as években elment jópofán. Ezt a mai agyunkkal mondjuk. A 80-as években... De én a 80-as években láttam nyugati reklámokat is, és érdekes módon jobban hatottak rám, mint termékvásárlás, ösztönzés, stb., mint ezek a bugyuta hülyeségek. Oké. Okay. De gondolj bele, hogy Sas István beleült a Zsiguliba, lement orosházára a húsüzembe, ahol ezeket és előadta ezt. Csinálták, és elmondták, hogy megvan, óriási ötlet, gyerekek. Ment pitchingelni orosházára? A marketing osztályra. Hát képzeld el, hogy akik erről döntöttek. Igen. Nem döntött ott senki. Az egy vicc volt. Ja, neked M30-as autópálya. Miskolc felé oldalán, így, Encs után kamion személyautó baleset, tűzoltok a helyszínen félpályás utcán. Igen. Hát nem tudok hozzátenni, mert nekem is csak ennyi van. Megbeszéltük, szerezzél már rutint. Ó, nagyon sajnálom. Na ez az. Na. Szió. Tubusos utitárs krém. Jaj, az ilyen húspép volt, nem? Na, én azt szerettem, arra emlékszem. Picit olyan, mint a májkrém lenne, picit, az jó volt. Igen, az nagyon finom volt. Az volt a minden, azóta sem találok hasonlót, ti emlékeztek rá Zoli banyádról, hát nagyon is. Hogy ne emlékeznénk. A kolbászkrémre emlékeztek? Az ilyen kinyomós volt, arra hallottam. Igen, és kolbász íze volt. És jól hangzik nekem egyébként. Rákented egy vajas kenyére, és kolbász íze volt. Tök oké volt. Ez jó, tényleg. Azt mondja, de imádtam Nesquik kakaóval. Nesquik kakaóval. Jó, aztán 6 éves kislányom a hurka reklám meghallgatása után rám nézett, és megkérdezte, ez meg mi volt? Igen. Sziasztok, 10 hónapos kisfiamat nem igazán befolyásolja a műsorotok, de a hurka reklámra felkapta a fejét, elkezdett mosolyogni és táncolni. Szóval szerintem működik. Működik gyerekeket megvadítani, de tényleg ettől
kezdesz el egy terméket vásárolni? Lehet, hogy a Sas István nagy pszichológus volt, és azt mondta, hogy behűítem a gyerekeket, és azok majd nem hagyják békén a szüleiket, hogy apa, vegyél nekem májas. Ez egy valid reklámstratégia. Hát ez így egyébként lehet. Autókat is árultak. Rengeteg autós cég gyerekbarát reklámokat csinált, úgyhogy a gyerek dönt, és általában a gyerek dönt a legtöbb családban. És tessék, akiket akkor behűített a hurkával, azok ma is hurkát esznek. Látod, működik. És test megszégyenítő klipeket lehetne velük forgatni a műzli javára. Körbe. Igen. 280-as lecsókolbász. Az jó volt. Nekem a kristálykeserű üdítő volt a nagy kedvenc, és meggyes habkrém a hűtőpultba lehetett kapni, ha azt újra lehetne, úristen. Gyerekek, ezek tényleg voltak, ezek a habkrém. Meggyes és citromos volt. Bizony. Ah, de jó volt. Gyuri, esküszöm, volt egy csomó sokkal jobb kaja, mint ma. De ne hiszem. Tehát ez a tubusos bocikrém, ez az utitás, a meggyes hab, az zseniális volt. A puding, a vaníliás puding, olyan volt, mint az iskolatej abban a kis műanyag pohárban. Igen. Ilyen sárgás színe volt, és tudod, ilyen ki tudtad borítani, egy ú, de jó volt az. Rip-rop csibefasírt. Nyilván gyíkhúsból volt, de nekem ez a gyerekkor. Nagyon enném. Mondjuk ez így nem hangzik jól. Igen. Danon, Super Rudy, nem lehet. Itt még jönnek. Jó, egyébként a Danon már a szociban is itt volt, mint márkanév, csak gondolom, mi gyártottuk is. Csak úgy mondom. Ja. Jó, oké, jövünk vissza egy Hungary Machine-nal. Így van, hó, de jó kis dalszövegünk van, gyerekek. Igen, megnézem. Na mit szólsz? Ó. Oh. Szerintem rá fognak jönni, mert azért éles eszűek ezek. Igen. 0620-22-22-122. Indul! Hungary Machine. Bizony, 8 óra lesz pontosan 6 perc múlva. Itt folyamatosan jönnek gyerekek, itt szépen végigmentem az SMS-eken, néztem, hogy mi az, amit beolvasunk, ne olvasunk, stb. A végére értem, nyomok egy frissítést, újabb 140 SMS. Tehát így valahogy... Nagyon. Hát nosztalgikus sztori ez, mindegy. Jó, itt van velünk Dorottya. Hello Dorottya, jó reggel, szia! Sziasztok, jó reggel! Szia. Jó reggel, Dorottya. 80-as években te mekkora voltál? Én még mínusz 15 éves. Mínusz 15 éves voltál a 80-as, ó, akkor neked ezek mind nincsenek meg. Én 95-ben születtem. Ó, hát akkor a Gyuri se nyúlhatna hozzád. Micsoda megállapítás. Valamit mondanom kellett. Tudtam, és általában abban a Gyuri benne van. Hogy benne van a Gyuri, igen. És most neked is kell mondani valamit, Dorottya. Igen. Ez az, tegnap is volt egy igen nemes játékos. Na jó, Dorottya, kezdjük el. Próbálunk segíteni, hogyha bizonytalan vagy, oké? Okay? Jó, rendben, köszönöm. Tessék. Minden rendben van vele, minden szép vele. Ó, ha megfoghatnám a kezed, minden rendben van vele, minden szép vele. Ó, ha ezt megértenéd. Nem rámondtam azt, hogy milyen jó szövegíró ahhoz képest, de. Hogy milyen ez a hurka? Ő az. Igen, ő meg volt egy formáció. Ó, ez úgy hangzik, hogy vele minden szép, vele minden jó. Uh-huh. És mi a dal címe? Benne volt abban, amit mondtál? Minden jó. Vagy... Igen, de... Benne volt, és a kettő közül választott, hogy a szép vagy a jót tegye a végére, és ő azt mondta, hogy a jót teszi a végére, tehát az a cím. El van fogadva? Igen. Jó a szöveg! Gyerekek! Jó a dal! Mi kell még? Dorottya! Gratulálunk! Hát én ennek nagyon örülök, mert évek óta próbálkozok. Ne hülyéskedj! Hát figyelj, most sikerült, megvan a bocsizacsi, bögrével és baseball sapkával. És meg Gyurival is tudtam beszélni. Igen, de igen. Rácsaptam a kezére, amikor... Te úgy még mit csapkozz? Most számolok 28 évesen Dorottyát. Ez csapkozz? Így igaz. Na jó, de hát... Ennyi idő kellett, hogy kiszámoljam, az de okay, megvan. Ez oké, okay, de hát te jó ízlésűnek tartod, hogy 28 évesek után... Hallgatókra rárabolni. Rárabolni? 37 évesen, vagy mennyi vagy 35, most? 35, barátom, 35. 5. A 35 még belefér, Dorottya? A barátom 37 éves. Na tessék. Tehát szégyelje magát. Jó, a hülyéskedünk, Dorottya. Hamarosan indítjuk az erkölcsi percek rovatunkat Bocskor Gáborral. Ó, ez elindult már reggel.
Reggel? Melyik reggel? Három éve reggel megy. Azóta megy. Oké, Dorottya, hívunk majd is, küldjük neked az AI-t, jó? Nagyon szépen, köszönöm. Mi is neked, köszönjük szépen. Szia, hello. Szia. Jaj, erkölcsi percek? Így hívod? Percek, órák. Jó. Erkölcsi évek. Én nagyon izgatott vagyok. Hát eleve ez a pizza dolog, engem is nagyon régóta foglalkoztat, én is talán mondhatni egyre jobb pizzákat csinálok, nyilván nem azokban a magaslatokban, ahol a legnagyobb csúcs nápolyi pizza készítő királyok, de ugye azért nézzük meg a magyar pizza történelmet. Tehát én emlékszem, hogy milyen megint csak 80-as évek tetted azt a Mirelit szart. Onnan indultunk. Én emlékszem, Mirelit, hogy valami... De jó, de ezek mind a szarok voltak. Az Omnia kávét kanalasztad. Igen, de hogy az Oktogonon valahol lehetett kapni pizzát, és az gyakorlatilag valami lángosszerű ízé volt, és tudom, hogy ketchup volt rajta, és sajt. És mondom, Jézusom. Aha. És valahol a Bajcsin volt az első jó pizza, úgy hívták, hogy Pizza Udvar. És ott sorok álltak, de még rendesen a szociról beszélünk, és ott egész jó pizzákat csináltak már, az ott az első, ami tényleg hasonlított az igazi pizzára. Neked Don Francesco, ugye, a másik, aki talán a legelső pizzéria volt. Igen, azokból az időből Don Francesco, ugye, a Mészáros utcában, és ő is, pontosan, és igazából más nem nagyon volt. És most az utóbbi években indult be egy olyan pizza őrület, és egyre jobb pizzák vannak. És ja, forradalom. De tényleg. Ez egy igazi forradalom. Tehát, hogy nagyon sokan ráálltak a vendéglátásban is egyébként, mert hogy egyszerű, meg jó étel. De nem egyszerű a jó csinálni. Nem úgy értem. Tehát, hogy igen, de hogy otthon emberek elkezdtek, tehát én most már sorba hallom ismerősöktől, pizzasütő beszerzés van, ilyen követ hozzá. Hát te apukád is, hát én apám is. Teljesen ráállt. És Kovács Lázár, hát mindenki ismeri, országunk kitűnő séfje, ő is ebbe erre a pizza vonatra felült, és ő elment ugye erre a pármai pizza világbajnokságra múltkor, még beszéltük is akkor vele, hogy ő meglepte őket egy kis peckóval, először saját paradicsomot, egy nagyon-nagyon spéci paradicsomot vitt ki magával, meg pálpusztai sajttal csinált pizzát. Uh-huh. És mindezek mellett a tésztája ugye a hetedik lett a így versenyben. Van, így van. És Lázár most egy újabb pizzatámadást indít, mert hogy Magyarországon is egy pizzabajnokságot, mint kiderült, ő is szervezi, uh-huh. Ezért el is indul rajta, és vélhetően hát megnyeri. Igen. Elég ízléses lenne. Na, ezért hívtuk meg a Lázárt, mert bátor. És már most tudunk neki gratulálni. Ezzel, amit itt készített, meg is fogja nyerni, igen. Így van. És ő már itt van a kollégájával, egyébként a kollégája pizza zsonglőr, ugye? Igen, ez a hivatalos megnevezése, pizza zsonglőr. Három pizzával tudja. És be is fogja mutatni, hogy mire képes. Mert egyébként ez egy pizza fesztivál is lesz amúgy, amit a Lázárék szerveznek, úgyhogy ott ilyen látványos tészta akciók lesznek. Nálunk így néz ki már lassan a konyha. Mindenféle feltéttel, ugye Lázár hozta a pizzatésztát, hozott egy speckó pizzasütőt, és már ők ott dolgoznak, és különböző pizzákat, amelyek egyébként el fognak indulni ezen a bajnokságon, ő elkészít nekünk. Igen, valamit ott nagyon, nagyon diszít, nagyon dekorál, szintem azokat a mohákat most rakja rá, amivel nyertek ott. Kovács Lázár lesz a vendégünk a hírek után. 8 óra 13 perc, jó reggelt, megint szevasztok. Hello, Laci. Hello, Bocsi, jó reggelt. Gyuri, szia, jó reggelt. És Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Gyuri azért olyan halk, mert a mikrofonját elvették tőle, hiszen vendégeink vannak. Tudjátok, hogy pizza a téma. Nyilván ez nem titok, hogy a pizza nem az, hogy a reneszánszát éri, hanem gyakorlatilag most kezd itt nálunk felívelni, és most kezdenek valóban igazi, jó minőségű pizza helyek lenni. Most elég hülyén fejeztem ki magam, de értitek, mire gondolok. Sőt, ugye az amatőr pizza készítés is egyre komolyabb. Igen, és mondjuk a rendszerváltás óta egy olyan 30 évet azért kellett arra válnunk, hogy Magyarországon ez a pizza dolog beinduljon. Bár valakit írta, hogy hú, a pizza udvar, amit én meséltem a Bajcsi Zsilinszkin. Udvar annó debitang jó volt, mindig sorba álltunk. Aha. És én is sorba álltam, és tényleg az illat, ami ott, az volt az első talán igazán jó pizza Magyarországon, szerintem legalábbis. Na, a lényeg az, hogy mi drága barátunk Lázár séf. Hát ugye ő állandóan mindenféle bolond ötletekkel jön, de a pizza dolog, őt is valahogy megfogta, megragadta, és beszélgettünk már vele arról, hogy ő volt ugye ezen a pármai pizza világbajnokságon, ahol csapatban a hetedik helyet szerezték meg, és mindez 700 indulóból,
És ráadásul ugye a Best Art Design, vagyis a legjobb díszítésért is kapott külön díjat, és ő most nem elégszik meg, mert ő most készül és gyúr a második Piaggio pizza készítő bajnokságra, és ez szeptemberben lesz itt nálunk itthon Magyarországon a Kincsen Parkban. Jó, de sokat dumáltam, itt van Lázár Séf, szia! Hello, Lázár, sziasztok! Jó pizzás, reggelt. Szép reggelt mindenkinek! És vele jött Szabó Roland, magyar pizza zsonglőr bajnok. Szia Roland, jó reggelt! Hello, sziasztok! Jó reggelt! Hát jó, majd valamelyik videón fogjátok látni, hogy én is elkezdtem pörgetni a... Hát, de az nem pizza volt. Mind gyakoroltunk, Roland? Ez egy plastik gyakorló tészta. Igazából palacsinta volt. Plastik gyakorló tészta. De ugye mindenki ismeri a komoly olasz helyeken, hogy ott tényleg aztán, hogy megmozgatják. Van is értelme ennek, nem, hogy a tészta ilyen centrifugális erővel tudjon szétnyúlni, és ne egy ilyen sodrófával nyújtsad. Igen, hát ebből jött, ezekből a mozdulatokból, hiszen amikor egy pizza mester elkészít 200-300 darab pizzát egy nap, akkor saját maga szórakoztatására is elkezdte dobálni. Valahogy így mondják a kezdetét ennek a dolognak, és úgy ki is nyúlt a pizza egyébként, csak ez rengeteg pizzát kell elkészíteni, vagy rengetegszer kell kinyújtani, illetve gyakorolni ezt a artisztikát, úgyhogy ez egy nehéz művelet. És akkor te mint séf hoztad a Rolandot magaddal, hogy a nyújtást ő végezze artisztikus módon? Nem, a Rolandot úgy ismertem meg, hogy ugye Damu László és Takács Márk ennek a műfajnak, nem a artisztikának, hanem a pizzának a magyar terjesztője, vagy hogy mondjam, vagy terjesztője, aki behozták ezt a stílust, a nápolyi stílust, a fatüzelésű kemencét, és akkor ő is ott volt a csapatban annó. De Roland, te tudsz pizzát is csinálni, vagy csak dobálni? Tudok készíteni. Na jó, ez a lényeg. Jó, oké. Okay. Tehát az az alap, hogy mindenki tud pizzát készíteni, jó, csak ezen belül ő egyébként táncoktató is, és nem akarom helyetten mondani, de hogy egyébként nagyon jó ritmus érzéke van, és ebből jött az, hogy ő ezt kialakította. Ez hihetetlen, amiket itt művelt a konyhában, majd a videón látni fogjátok a különbséget közte és köztem. Lázár, jól tudom, hogy akkor ez a mostani pizza készítő bajnokság, ez ennek te is vagy gyakorlatilag a kezdeményezője, vagy szervezője? Igen, én szervezem többet magammal, pontosan azért, mert látjuk benne, hogy a fiatalokat ez nagyon vonza, nagyon érdekli. Abszolút. És egy olyan műfaj, amire rá lehet venni őket, hogy dolgozzanak. Tehát, hogy tényleg, hogy kijönnek a gép elől, annyit kockuljanak, mert közben eszik ugye a pizzát, meg rendelik, de hogy ezt készíteni is egy nagyon jó dolog. Abszolút jó, Muri. És hamarabb megtanulod, meg egyszerűbb egy fokkal, mint a kenyér. Tehát, hogy ebben van üzlet is, és egy fiatal fel tudja építeni magát úgy, hogy egyébként tudja járni a világot, vagy az országot, le tud menni a Balatonhoz, és egy nagyon egyszerű dologgal is el lehet indulni, és elég jól meg lehet. És van is. Ugye, hogy te is azt tapasztalod, hogy egyre több jó pizza hely van Magyarországon, Budapesten nyilvánvalóan, de hogy már mindenhol az országban vannak igazán jó pizzahelyek, és ilyen a nullából jöttek. Pontosan, és ezek annak köszönhető, hogy vannak olyan lelkes fiatalok, akik kimentek Olaszországba, kint megtanulták, most már ők oktatják egyébként itt Magyarországon, ilyen például Damu László vagy Simon Zoltán is, és vannak olyan helyek, ilyen kultikus helyek, mint például a Takács Márk által üzemeltetett hatodik kerületi pizzéria, egy pici hely, ahol tényleg bemész és egy ilyen műremekeket kapsz, és azért próbáltam hozni hozzátok is egy alappizzát, egy egyszerű pizzát, meg egy tuningoltat, ami nem attól lesz drága, hogy a Gyuri ezt mondta végig. Igen, attól is, hogy az alapanyagok, de hogy rengeteg munka van benne az elkészítésében, az összeválogatásában, mert ha megkóstolsz majd, amit készítek pizzából egy cikket, akkor ott a sok hozzávaló, ami mindenkit egyesével különleges, ha azt összekóstolod, akkor van egy olyan élményed, ízélményed, amire azt mondod, hogy komoly. Jó, szépen cenzúráztad most magad. Mi nem így fogjuk mondani. Egyébként a pizzában feltétek kapcsán, ugye, mindig van egy vita. Van tabu, ami nem kerülhet pizzára? Jó, hát az ananász, igen. Ugye, igen, köszi. És amiről beszéltetek, az M betűs tella, tehát, hogy ami tényleg fekete, amikor hallgattam, megnéztem otthon a szekrényben. Nagyon jó nutellás, banános pizzákat ettem már, ugye, semmi baj nincs azzal is. Ez nem az ananásznak is, hogy az ember, ahogy érik a korral, megtanulja azt a meleg ananászt becsülni a pizzát. Azt a rohadt életben. Persze. Egyébként maga az, hogy egy édes ízt keveredik a sóssal, az egy nagyon jó harmóniát ad. Hát csomó konyhában benne van, hát nyilván a pizzára is ráteszik, egyébként van a versenyen, csak ilyen mangó habokat tesznek, meg ananász habokat, hát és az a sajtokkal, például ha kipróbálod egy ananászt, összekeversz egy roquefort sajttal, az egy nagyon jó élmény, mert erősen sós, erősen édes. Persze nyilván a
Na és akkor már mit zavar alatta az a kis tészta? Hát igen. Hát ennyi az egész. De egyébként a versenyre most itt megint ezek az unásig ismert pizzás arcok fognak megjelenni, vagy bárki benevezhet. Tehát például az én otthon sütögető apám is elmehet. Elmehet, mert ugyanis van egy profi rész, és van egy amatőr rész. Az amatőrök otthoni sütőkben fognak sütni, nekik kell hozni a tésztát, aha, és ott a helyszínen ki tudják sütni. Én csak azt akarom bebizonyítani, hogy egy otthoni sütő is, ha jól választunk, akkor lehet olyan, ami egy, mintha egy pizzeria. De a Laci apukája már profi pizza kemencét vett, tehát, hogy Már a köveket egyezteti ilyen, nem tudom, a Pluhár Lacival, meg mindenki. Én ajánlom neki, hogy induljon el ezen a versenyen, mert tényleg olyanok nyertek tavaly is, akik egyébként a semmiből jöttek. Hát figyelj, te tele vagy szponzorra, látom a séf kabátodat, tehát jobban tele vagy varva, mint egy Forma 1-es versenyző. Ezek adnak pénzt neked? A pénzt nem adnak, de alapanyagot igen. Ha adnak pénzt, akkor... Na, ki, mi van még rá írva? Mert Buratti az ki? Az nagyon fontos. Igen. Mert ő elől van. Igen, elől van. Tehát ő ezeket az ízeket azért, most hiába mondjuk, hogy a magyar liszt nagyon jó, oké, csak nagyon kevés van. Tehát ez egy liszt a Buratti. Tehát liszt is, paradicsomszósz, alapanyagok, olasz alapanyagokat. És ő ad neked cuccot. Ad neked, hogy tudjanak versenyezni. Ja, versenyre. Oké, várjál, fordulj meg, mi van rajtad? Nincsen más. Ez a Demetra, ez mi? Ez egy bőrhidratáló krém? De, majdnem. Az pizza feltétek. Mi ez? Pizza feltétek. Minden fajta pizza feltétet forgalmaz. Okay. Tényleg a paradicsomszószban jó. Na várjál, hadd találj ki a következőt. Komál, Industria Komál. Hát azt nem tudom. Leadtad ezt a trikót valahol is, és így kaptad vissza? Nem, ezt nem láttam eddig, ez így nagyon föl van ilyen varva. Nem vettem észre. De ha Industria Komál, akkor gondolom, lehet, hogy valami sütőket csinálnak ezeket. Ez a hajó neve, a Komállak. Ti Jézusom. Jézusom. Na jó, beszéljünk komolyabb dolgokról. Tehát, neked egyébként, bocs, hova mentél te pizzát kóstolni, hogy tudjad, hogy milyen az igazán jó. Itthon, vagy kimentél Olaszországba? Na, én itthon ettem először olyan pizzát, amit kint ettem régebben. Amit aha, is mondtad, hogy régebben, azért az Olaszba kimentek, azon húristen, hogy csinálják ezt a pizzát? Igen, és azért, és akkor egy-két helyen talán már lehetett kapni. Úgyhogy itthon fertőzöttem meg egyébként, pont a srácokat, akiket említettem, velük, arról is köztük van, és ők adták elő ezt a dolgot, és mondtam, hogy ezt fel kéne karolni, hiszen ez kell azért marketing, kell azért olyan dolog, hogy ezt elterjesszük itt Magyarországon, hogy készítsenek otthon pizzát, a fiataloknak legyen egy jövőkép, mondjuk ha valaki egy alternatívát keres, hogy miből éljen meg, akkor ez egy prima. De érdekes, hogy ezt mondod. És akkor ezért van a verseny is, hogy ezeket a srácokat én megtaláljam, foglalkozzunk velük, részesítjük képzésben, és hogy akkor csinálják a saját útjukat, és valósítsák meg. És a Buratti mit szól ahhoz, hogy neked csak 7. lett a tésztád a világbajnokságon? Hát ezért nem kapok pénzt. Jó, és hülyeskedek, hát 700 induló volt, tehát azért az nagyon-nagyon szép eredmény. Se akarjon már túl sokan. Igen. De ott ugye a tésztáról beszélgetünk, ugye, hogy az nagyon komoly fejlesztés, hát az Takács Márkot dicséri, hiszen vele indultam párba, azért ne felejtsük el, fényezem itt magamat, de hát ugye ők nélkülük nem valósítható, lett volna ez megvalósítható, meg hát a magyar csapat összetartása, meg összefogása, hogy most már országos szinten, ugye még Mádról, Tokajról is indultak versenyzők a világbajnokságon jó eredménnyel. Na jó, beszéljünk egy picit a készülendő pizzákról, amiket ugye kettő fajtát fogunk most megkóstolni. A Gyuri úgy kategorizálta nekem, hogy ugye van az olcsó és van a nagyon drága, most az olcsó van már előttünk, ez elkészült. Igen, ez elkészült, igazából ezen ez a 7. helyzet pizza tészta van rajta tejföl. A tejföl. Igen, hát ugye nincs mascarpone, nincsen saj. Ja, értem, marad a tejföl. Aha, marad a tejföl. De a tejföl össze van keverve kacsazsírral, és akkor az adja meg a kraftját a tejfölnek, ez be is sűríti egyébként egy picit, és lilahagyma, és a szögről leakasztott szalonna van rajta. Ennyi. Tök egyszerű, de nagyon jó. Tehát gyakorlatilag, amit kapsz mondjuk ilyen töki pomposként, ugye szokott ez a tejfölös hagymás ízé. Langaló, töki pompos. Így van, és az az irány, de azért mégiscsak pizzásan átgondolva. Hát a bizonyíték, a pizza magyar. Hát mit találtok ki? Csak töki pompos néven átvették. Ja, igen. Hát persze. Egyébként minden országnak megvan a maga pizzája. Meg, igen. Meg. Úgyhogy jó. Ez erre épült. Na jó, a kókos. Jól néz ki. Hogy hívják a szélét? Az abroncsot? Cornicione. Cornicione, igen. Na nézzük a cornicionét. Nem reagál a Lázár, tehát valószínűleg a Pluhár átvert minket. Nem, hogy profi, tehát ti is már úgy beszéltek a pizzáról, és bocsi, neked is. De én kérek, javaslom, hogy indulj el a versenyre.
Figyú, én nekem egy ilyen kis elektromos pizzasütőm van. Tehát azon versenyezik itt is mindenki. És igazából az, a tésztem... Várjál, az nincs felszeletelve. Ja, az nincs felszeletelve. A felét. Oké. Okay. És akkor itt száll a pizza. Én tehát mindenkit arra biztatok, hogy ez... Lázár. Igen. Ez a kacsa zsír, ez úgy kijön, ez annyira jó, ez olyan szaftossá és aromássá teszi. Nagyon erős. Én azt hittem, hogy most beleharapok egy ilyen hagymás tejfölös valamivel, és a kacsa zsír teszi, ad neki életet. És tudod, mi a durva? Ó, de jó ez. Kacsa zsír íze keveredik a szalonna zsírjának az ízével. Igen. Hú, mert az ízek azok a zsírba vannak, és ez egy tényleg egy hagyományos módon készített szalonna. A szögről leakasztott. Na, szóval, hogy semmi igazából nem kell ahhoz, hogy... Önmagában tényleg olcsó, és ez zseniális. Ti nem eszted? Ez nagyon is, jó. De igazából olyan nagy dolgok nem kellenek. Csak meg kell válogatni az alapanyagot. Igen, ha valaki azt mondja, hogy nekiállok a pizza készítésnek, és még a tésztámban akár bizonytalan vagyok egy kicsit, akkor az elején mondjuk egyszerűbb alapanyagokkal föl tudja dobni. Hmm. Na és pont is az a cél, hogy mindenki megtanuljon pizzát készíteni. Tehát a fesztiválon, mert ugye nem pizza fesztivál, pizza készítő fesztivál, számos standon fogják tanítani a látogatókat pizza készítésre. Tehát odaadok hozzád egy tésztát, és egy profi megmutatja, hogy nyújtsad ki. De jó. És az a nyújtás, egyébként Roland... A nyújtás most nyilván nem ilyen mesteri szinten, ahogy te csinálod a levegőben, meg minden, hanem egyébként itt most mi élő közvetítünk? Akkor dob. És a Roland itt nem fogod szétdobni a hangszórót? Próbáljuk ki. Tudsz egy picit mutatni a műpizzáddal? Persze. Gyakorlatilag. Igen, most itt pörög az ujján, feldobta a levegőbe is pörög. A mikrofonban ne csinálj, Gyuri, ne nincs hang. Most a Gyuri bele nyúl a Gyuri. Nem, Gyuri, te mit? Át akarta venni. De nincs hangja, nem érted, Gyuri? A kameránk van, viszont sok. Szóval még egyszer, tehát pörög, az ujján megpörög, egyik kézről a másikra dobja át nagyjából a feje fölött, most elkezdte egy picit lent így rázogatni, de mindig feszül a tészta. A lába alatt átdobta a Roland, és alig várom, hogy igen, most a hóna alatt egyik karjából a másikba elkapta, repül össze-vissza, egyik kézről a másik folyamatosan, a vállán át, mint a Tom Cruise azzal a bizonyos koktélos üveggel, és hát gyakorlatilag elképesztő. És azt akartam egyébként kérdezni, Roland, hogy ugye nem mindegy egy pizzának, hogy nyújtva van, vagy sodrófával kilapítod. Így van, nem mindegy. És miért nem mindegy? Kérdezem a Lázárt? Glutén, biztos a glutén. Nem, csak sokkot kapott a sodrófától. Tehát hozzánk is jött olyan srác, aki mondta, hogy hát akkor szeretne nálunk pizzát készíteni, és mondta, hogy jó, hát akkor csinálj egy pizzát, és kérdezte, hogy hol van a sodrófa. Hát akkor mondom, de nem ez a műfajra keresünk. Nekem is egyébként valami 7 év után, ma már ott tartok, nyilván sokkal jobb tésztát csinálok, mint annó, hogy tényleg kézzel, nem dobálom, mint Roland, de kézzel nyújtogatom, rakom, picit fölemelem, átrakom, nem azt mondom, nem vagyok virtuóz, de hogy nem sodrófával csinálom. Igen, de hogy nagyon egyszerű nem sodrófa nélkül csinálni, ha valaki megmutatja. Akkor tényleg az 5 perc alatt rájössz. Meg ha jó a tészta, mert úgy szétszakad. Jó, hát nyilván kell egy olyan tészta, de nem feltétlenül kell ilyen 7. helyezett, tehát elég a 6. is. Szóval... Megint a nagy képviség, a nagy arc. Na mindegy, de nem, hogy egy egyszerű tésztával. Arra is adunk receptet, sőt lisztet is. Jó, Lázár, a brutál pizzáról, ami nagyon a Gyuri szerint drága, akkor beszéljünk, vagy egy picit beszéljünk? Mert rengeteg feltételt hoztál, és ugye volt egy olyan kombó, amit a... Bocs, hogy ezt mondom, de a számba adtál, amitől elájultam ezt. Akkor akarod elmondani, hogy most beszéljünk arról, hogy mi kerül rá? Általánosságban elmondhatjuk, mert ugye úgyse tudunk végigmenni azon, hogy mi minden, ugyanis összesen 25 alapanyag kerül egyetlen egy pizzára. 25 íz. Akkor itt volt a kedvencem, mert mindenféle sonkát is mutat el, majd beszélünk, de hát ott volt ez az őzgerinc, ami vajpuhára van sütve, picit rozé még belül, és ezt valamilyen szarvasgombás gombával kombóztad össze. Igen, és ezt kóstoltad. Szóval itt azok, igen, hogy ezek az ízek vannak összekombinálva, de mondhatnék itt egy egyszerű sonkát is, ami úgy lett beérlelve, és úgy lett felszeletelve, ugye a vékonyság, a vastagság sem mindegy, hogyha azt tesz szádba veszed, a zsír és a hús tartalma az a megfelelő, akkor ugyanezt az élményt adja, mint a kacsa zsír, csak disznóba. És ezt most ráteszed egy pizzára. Tehát mi kapunk egy szeletet, és ebből mind érzünk majd valamit a következő etapban. Mert ebben ugye az a feladat, hogy ezt a 25 ízt, ezt egyetlen egy cikkbe is meg lehessen találni, tehát amikor te kóstolsz, akkor ne egyet vagy kettőt érezzél belőle, hanem az egészet egyszerre. És ez a macera, ezt kell gyorsan összerakni ugye a versenyen is. Aha, és ebből van olyan feltét, ami velesül, igen. És van olyan, ami nem sül vele,
Így. Hanem utólag kerül rá. Például a kaviárom. Azt reggel csinált. Már, ugye ez... Jézusom! Mondtam, hogy ne hívjuk, mert baj lesz. Ne hívjuk. Szóval lesz rajta kaviár is. Kaviár is lesz rajta. Igen. Jó. Jövünk vissza Kovács Lázárral és Szabó Rolanddal, és a Gyuri szerint a világ legdrágább. Ma reggel itt a stúdióban. Pizzájával, ami most sül egyébként itt a konyhában. Jövünk mindjárt. 5 perc múlva 3:49 is folytatjuk a nagy pizza kalandot, a Showman akcióba lép. Így van, a Bocskor Facebook live-on lehet látni, hogy ő már kint van a konyhában a Lázárral, és mindjárt valami nagyon olasz fog történni. Láttátok ugye Rolandot, aki pizza zsonglőr is, de hát nyilvánvalóan pizza szakács is amúgy, és a Roland itt nekem a szünetben, a Bailamos alatt megmutatta, hogy kell pizzatésztát nyújtani. És a Lázár, te meg arra biztattál, hogy ezt próbáljam meg. Mindenféleképpen, hiszen érezni kell, mert ez is egy másik tészta, és neked az a baj, hogy te nem hiszed el magadról, hogy csúcs vagy. Tehát, hogy ez a nagy baj, hogy a edző vagy, te azt a mindenit. Ezt ő tényleg nem hitte el még soha. Ha valami gond van vele, ez. Na jó, gyerekek, itt van az összes feltét, és itt van egyébként készül a szuper pizza, közben Lázár leégette nagyjából a hosszabbító tekercsét, és újra kellett indítani a kemencét, de semmi baj. Most jön az, hogy mielőtt bevisszük a szuper pizzát, én megpróbálom. Tehát Roland ugye megmutatta azt, picit lejjebb hajolok a mikrofonnal, hogy gyakorlatilag ebben a pizzában, amennyiben látjátok, a közepébe elkezdem így letapogatni a... Tökéletes. Hogy legyen egy széle, és utána elkezdem belülről, az a baj, hogy a mikrofonodat, Lázár, és akkor belülről próbálom így kifele nyújtogatni, jó, várjál, most ő nekem mutatott szép mozdulatokat a Roland, rászórok ebből a szemolából, és próbálom egyenletesen... Kicsit forgatva belülről nyújtogatni, úgy, hogy megmaradjon a széle, aminek, Laci, te tudod az olasz szavát. A cornicione-ja. És nagyon szépen dolgozol, tehát tényleg a kéztechnika, a látság, nagyon jó a hozzáállás, és ugye a Roland azt is megmutatta neked, hogy nem feltétlen kell ezt nagyra nyújtani. Nem kell nagyra nyújtani, hanem hogy elég egyébként viszonylag kicsinek meghagyni, és aztán amikor a feltétek rajta vannak, akkor majd még tudom húzogatni. Ugye ez nagyjából ezzel a technikával, hogy így nagyjából így kihúzogatom. Most itt... Ez gyönyörű, ez kész van, igen. De egy kis pörgetés nem fér ebbe bele, vagy? Hogy most jön a pörgetés, és akkor tessék. Hello, most csináljuk a lyukakat. Jó, már van egy lyuk benne, tessék. Jó, én elrontottam, van egy lyuk benne, semmi gond. Szerintem induljunk el. Jó, és Roland, köszi egyébként. Szívesen. Hogyan értékelned 1-10-ig a Bocsi munkáját? 1-10-ig 9. Nem rossz. Jó, soha többet nem azért... lesz ide. És ezt úgy mondja, hogy nem az alkalmazottja. Nekem egy 9-est adott véletlenül, akkor Lázárnak adott egy 7-est, mert ő megszokta ezt a számot. Na gyertek, mert arra nagyon megyünk, drága pizzára kíváncsiak vagyunk. Megyünk be, sétálunk be hozzátok, és ez az a pizza, ahova Lázár tényleg mindent felpakolt. De az előbb azt mondtad, hogy valami 50 íz van rajta. Összesen 50 íz és 25 alapanyag. És ez az alapanyag, ugye ez nagyon sok rétű. De hogy lehet 25 alapanyagból 50 íz csinálni? Mert minden alapanyagnak, mivel ott van a sonkának, mondjuk legalább 2 íze van. Van a húsnak egy speciális íze, van a füstnek egy speciális íze, az akkor már 2 íz. Na és akkor így. Így eljutunk 50-ig. És ahogy látjátok, akkor a kacsamájtól, a füstölt lazacon át, az ehető virágokon keresztül, a háromfajta paradicsomból készült szószon keresztül, nagyon sok minden van rajta. Gyerekek, még mielőtt neki látunk, nem akarunk egy fotót csinálni róla? Mert, de most komolyan... Nem a Lázárról. Mert a Lázár már felkészült, hagyd már az ollót. Készült már egyébként. Készült fotó, persze, jó. Körbe van fotózva. És érdekes módon nem ezzel, hanem ollóval vágod. Ez az olló, ez is ma már ez elvárás? Ma már ez elvárás. Akkor, hogyha nézd, hogy a szólóval vágjuk, akkor a cornicionét, ahogy a kollega mondta, ugye, úgy tudjuk hagyni, illetve úgy meg tudjuk őrizni, ahogy éppen van. Tehát itt lehet látni, hogyha ezt mondjuk egy ilyen másfajta technikával vágtam volna föl, vagy szereteltem volna föl, akkor ez eltűnne, mert behorpadna. Igen. Aha, összenyomod, igen. Úgy, de hogy most nem. Most akkor itt hagymázom már. Ez drága ez a monitor itt? Nem drága. Jó? És akkor megpróbálom, ugye a rák miatt, mert ugye az is van rajta, nehéz, igen. Mert annyira friss, hogy még fricánkol. És de... egyébként ennek paradicsom az alapja, ugye? Igen. És úgy kerül rá minden, de lát. És mi ez a fehér krém? A fehér krém az a tejföl, amiben a kacsazsír van. Aha, tehát de... ez visszaköszön itt. Ez brutális. Igen. Mondjuk ezt az olaszok mascarponéval készítik. Uh-huh. De te szándékosan hazaival. Igen, hazaival. És a sonka az például honnan származik? Az Kaposvárról, méghozzá
az egyik ottani gyárból, illetve annak tulajdonság receptje alapján készített csonka, ami ezt a gyenge füstöt, ám nagyon telt karakteres ízt tartalmazza, magyar sertésből, olasz recept alapján. Na, hát akkor nem tudom, hogy akkor ki kezdi, ki lesz az első. Én szkeptikus vagyok, mert annyi minden került rá, hogy persze nem lehet rossz, hogyha van rajta szalámi, sonka, őszgerinc, rák, lazac, kaviár, tejföl, paradicsom, és akkor most csak az, amit megjegyeztem, soroltam fel. Persze, hát ezt nem lehet elrontani, minden rajta van. Azon csak... nincs kaviár, ki fog borulni a showman. Nem, én nem borulok ki a kaviár nélkül. Várjál, csak levágom itt, hogy egyből lehessen enni. Ja, rákfar. Teszek rá, igen, mert hogy most úgy sikerült fölvágnom, erre nem gondoltam ezt itt át egyébként. Jó, de nem lehet, nálunk van a tesztelés. Köszönöm szépen. Adom a cikkeit, és akkor... Jó. Drága hallgatók, elnézést, hogy egy pár másodpercig néma leszek, de nekem itt ezeket az ízeket itt össze kell valahogy a számba gyűjteni. És tudjátok, magyar ember evés közben. Jó, akkor ki a következő? Adom a következő variációt. Az anyád úristen. Ez egy ízorgia. Igen? Ízorgia. És a, akkor a következő... Ez a kis finom, igen? Kísérő kacsa zsír íz mindenhol. Ez és az... nem lehet azt mondani, hogy valami ütné a másikat, hanem minden működik. Ráadásul... Elképesztő. Úgy ugye, hogy most nem azt kell elképzelni, hogy most a gomba együtt a rákkal, meg minden, hanem ahogy haladsz a pizzával, ugye nyilván a csúcsát kapod be először, ott kapsz valamit. Eszed rágot tovább, ott kapsz megint valamit. Tehát gyakorlatilag lépcsőzetesen... De most mentem el át őszgerincből szalámiba. Aha. És az átmenet, ugye? Úgy tudtok róla beszélni, hogy én is éhes lettem, pedig hát telettem magam pizzával. Hát az emberek pedig... És tényleg nem olyan, hogy váltás van az íz között, hanem hogy át, finoman átúszik az egyik. Hú, de finom. Úgyhogy akik most kocsiba ülnek, otthon hallgatják, vagy éppen a konyhában, hát azok szerintem ugyanúgy csorog a nyála mindenkinek, ahogy... Igen, hát most itt félreállás van, mert igen, de hogy ezt okozza az igazán élmény, és akkor ezt értékelik kint. De szép kép, ez ott a... Jaj, de jól. Hát így néztek bennünket, igen. Amit az én nyújtottam, nézd meg, ott a luk. Ott van. Még az is látnék messziről. 4K-s a tévé. Szóval akkor betalált az élmény. Hát ezzel az élménnyel akkor várunk mindenkit. Tehát ezen most rajta van 70 000 forint feltétben. Ez a második Piaggio pizza készítő bajnokság. Bocs, de mivel a fejemben készüljek? Tehát én ízzel akarjak lenyűgözni a zsűrit, vagy mivel? Mivel? Neked nagyon nehéz lesz felkészülni, mert tehát itt nem kell nyerni. Jó. De ő csak azt tud, ezt már megmondta. De hát a Buráti csak ad ajándékcsomagot, vagy van. A komál. Hát közel 1 millió forintos az összdíjazása a versenynek, tehát azért ez elég komoly. Sütőket is lehet nyerni, illetve egyéb alapanyagokat, illetve egyéb tárgyi nyereményeket. Meg hát azt az elismerést, hogy te részt veszel ezzel. Szóval ez inkább egy buli, inkább egy fesztivál, inkább egy jó hangulatú pizzasütés, nincsen verseny, és senki nem veszi kint sem komolyan, itt sem, de azért lesz 1, 2, 3, meg külön díjasok. Mindenféleképpen, illetve az még újdonság, hogy meg kihirdetjük az év pizzériája elnevezésű díjnak az átadóját, amin elkerül a legjobb pizzériához a díj, illetve az év pizzamesterét, illetve az év ifjú tehetségét is fogjuk díjazni. Wow! De akkor mégis nem válaszoltál. Tehát simán egy sima margaritával is indulhatok? Igen, tehát az a lényeg, hogy te odahozod a te tésztádat, a te feltéteidet. És ez a lényeg, hogy a tésztát te hozd, azt te csináld. Igen, ez fontos. Te csináld, te hozd, és akkor azt nyújtsd ki, sűzd meg, és... Már a zsűri elé is kerül, aki ugye nemzetközi, tehát Olaszországból is jönnek zsűri tagok, Magyarországon is a legjobbak, tehát hogy így kerül értékelésre. Te miként szerepelsz ebben? Én, mivel a rendezéssel foglalkozok, és se nem vagyok zsűri, se nem, én majd terelgetlek ott téged. Értem, de te nem versenyzel például. Most nem versenyzek, nem. Aha. Kasszás Géza barátommal. Hogy van a Géza? Nagyon jó van, hát ő a házigazda, úgyhogy ő is, és akkor ketten toljuk így ezt a dolgot, és hát ő is nagy pizzasütő lett. Oké, Roland szerepelni fog? Roland, hogy ne? Persze fellék a speciális műsorával, amivel majd tavasszal indul a világbajnokságon. Óriási. Hát Lázár, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Külön Rolandnak is, aki Szabó Rolandnak, pizza zsonglőrnek, aki segített itt az egész buliban, és hát megmutatta, mi az az igazi. Megtanított téged tésztát nyújtani. Egyébként igen. Is. És sok siker, tehát második Piaggio pizzakészítő bajnokság szeptemberben. Szeptember mikor? 1-2-3 Kincsenpark. 1-2-3 Kincsenpark. Lázárékkal mindenki részt vett, óriási buli. Lázár, köszönöm szépen is. Köszönöm szépen, hogy itt lehet, és várok mindenki sok szeretettel. Óriási. Mi pedig folytatjuk egy hangcsapdával, és itt van.
őt kéne kitalálni. Szok lesz ott, hogy ezek közül vagy lesz tudta sem. Én csak a sodima. Én úgy kell, ezt akarok fogalmul egy orvosok sokáldikban. Az összes gita, amikor nem volt, akkor vele tudta közben lenni. Nagyon nem nehéz, és itt van a 20 000 forint értékű Dermaflora testápolási és kozmetikai ajándékcsomag, amit tudunk adni pluszban. Nem ez van rajtad szponzorként, Vázán? Ne, jó, de? Lehet. Nem. Ja, neked más van. Jó. Okay. Vagy meg tudnátok keresni? Bármi van rajtad a szponzorként, amit az arcodra kenhetsz? Ja, a pizzaszósz állítólag az. De a paradicsomnak van ránszalizó hatása. Tényleg? Igen. Jó, hívjatok 0620-22-22-122. Ez mi? Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda. 9 óra lesz 6 perc múlva. Na, ki kóstolt pizzát azóta? Hát én még ugyanabból még egyszer. Én is ettem, Gyuri. Folyamatban van itt egyfajta, és még készülnek, úgyhogy... Lacik, a finom testedet próbáltad kényeztetni pizzával? Abszolút, és kényeztettem is. Anne, drágám? Én még nem, majd csak 9 után. Ez eszik pizzát, ez nem eszik pizzát. Lazatos büfével nem lehet jó híreket mondani? Lehet, hogy menne. Szerintem próbáld ki, most jó. Nekem is feljött megint egy. Na, mindegy. Igen, nem kell ezt mondani. Vágópiros, hogy fog örülni ennek a mikrofonnak? Ez nem az ő mikrofonja, az az enyém. Na, akkor már igen. Ja, na, a pizzával kapcsolatban, Lázár egy kincs üzenik. Az ő YouTube videója alapján tudtam végre igazi hibátlan sülcsülköt csinálni. Wow. Rengeteg kudarc után. Akkor szuper volt veletek játszani, hihetetlen, hogy milyen kedvesek vagytok, Dorottya. Jaj, hát mondják! Na, 80-as évek és pizza. Figyelj, Novotelben lehetett a 80-as években még akkori igényekhez mérten jó pizzát kapni, az általatok említetteken kívül. A pizza udvarban, amit én meséltem, milyen illat volt ott, úristen. A pizza udvarban kiváló karbonára volt, családi vállalkozás volt, 80-as évek közepén már a Szemere utcában voltak, és ugyan konkrét számokra nem emlékszem, de gimnazistaként Francesco, pizza udvar és Novotel is megfizethető volt zseppénzből. Imádtuk, köszi, hogy felelevenítettétek, nekem Mona. Hát igen, és a Francesco. Üzenik, hogy Francesco, azaz polgári nevén Klein Ferenc sajnos meghalt néhány éve. Tudjuk, hát mi még találkoztunk vele személyesen, igen. Voltunk is, sokat mesélt arról a képről, ami ott volt ugye a Charlotte-ról, a pizzával, a mesteren Charlotte. Le volt öntve spagettivel, ugye, igen. És ezt ő csinál, de nagyon büszke volt arra a képre, igen. Igen, Isten nyugosztalja, és éleg üres a hely. Igen. Azóta. Aztán sziasztok, ma Magyarországon mindenki nápolyi típusú pizzát készít, aki azt nem szereti, alig-alig talál mást. Miért van ez, üzeni vagy kérdezi Bence? Bence, nem tudok erre válaszolni, csak egy saját kútfőből azt gondolom, mert hogy az a jó pizza. Tehát, hogy az az eredeti, az az igazi, az az, aminek van hagyománya. És igazad van, a pizza annyiféle fordulatot vett, Amerikában főleg van a New York pizza, uh-huh. Meg minden, tehát vannak amerikai típusú pizzák is, hát azt majd a Pizza Hutnál megkapod, de az igazi pizza az mégiscsak ez, és én örülök inkább, sokkal inkább, hogy mi eljutottunk idáig, és nem ilyen rossz kekszeket vagy rossz lángosokat eszünk. Igen, de kicsit ennek is megvan a divatja. Olyan ez, mint a kézműves burgereknél. Egy időben mindenkiből a kézműves burger áradt akkor is, hogyha köze nem volt hozzá. Most éppen ez a trend. Aztán majd ez is fordul. De a nápolyi az az. Tehát ugye az eredeti, az a most szakmai dolgokból nem akarok belemenni. Tehát igen, picit olyan vastag, ropogós, de puha a széle, vékony a belseje. Szerintem mert most ő arra gondol, azok a vastag tésztás, ilyen amerikai típusú, nem tudom, amilyen... Az amerikai típusú pizzák, azt lehet szeretni, én nem szeretem, igen. Ha kenyeret ennél igen. Alatta. Igen. Hát igen. Igen, vagy a nagyon-nagyon vékony, aminek a széle is vékony, ilyen római pizza, vagy nem tudom mi az, nem értek hozzá, de hogy lehet, hogy ezeket hiányolja, vagy ő megszokta a régit, ami igazából nem jó pizza, de ő azt szerette meg. Igen. Tehát az is lehet. Jó. Hajrá, sok tésztával. Hú, de jó, gyerekek, alig várom, hogy vége legyen a hangcsapdának, és kimessek enni megint egy szeretettel. Rajtunk múlik, nagyon rajtunk múlik. Na meg Szilvin is múlik. Szia, Szilvi, jó reggelt, hello! Szia, sziasztok! Jó reggelt, hello! Na, Szilvi, drága! Szia! Neked milyen volt hallgatni ezt a kis gasztró blokkot? Na hát, én Csiklandó, úton voltam, éppen vezettem, és úristen, elképzeltem, amikor mondtátok, hogy 25 feltét, 50 íz, úristen, és hogy folyamatosan haladtok előre az ízekkel. Ne is mondd, csoda, tényleg csoda volt. Na jó, figyelj, Szilvi, kezdjük el, mutatjuk neked a hangot. Oké. Okay. Tessék. Szok lesz ott, hogy ezek közül vagy lesz tudtatás sem. Én csak a sodima. Én úgy kell, ezt akarok fogalmul egy orvosok sokáldikba. Az összes gita, amikor nem volt, akkor vele tudta közben lenni. Parancsolj. Oké, okay. Ha először csak körbeírnám, ha jól gondolom, a férje fotós. Jól. Oké, okay. Akkor az ördög Nóri. Igen! Amikor az összes osztálytársam már tudta a gimi másodikba, harmadikba, hogy ők majd jogászok lesznek, meg orvosok, meg közgazdászok, én csak ezt tudtam, hogy na én ezek közül egyik sem.
Tudod, mennyi nyereményünk van, megőrülsz. Igen, az egyik nyeremény ez. Gratulálunk! A nyereményed egy 20.000 forint értékű Dermaflora testápolási és kozmetikai ajándékcsomag a Dermaflora jóvoltából. Bizony. Ugye? Ó, és... szuper, köszönöm szépen. És lesz egy bocsizacsi Szilvi benne, ugye bögre és baseball sapka. Wow, úristen, de jó, már ezer éve vágytam rá. Még hey, sose sikerült bejutnom. És ezek jó cuccok, jól van. Szilvi, köszönjük szépen, hív majd Anett, jó? Oké, nagyon-nagyon köszönöm. Mi is. Sziasztok. Szia. Szia. Neked is, hello. Na, ő igazán örült. Jó, Gabi Bá. Léci, kérek egy háját páromnak, Heninek új belépőként, aki épp sumákban hallgat titeket a munkahelyén. Akkor egy sumák hája. Heni, ez neked. Hájja! Igen. Jó, jövünk vissza Agrárszerda, hát nem, először pizzaszelet, aztán Agrárszerda. Addig a net híreket mond. Igen, mert hogy ugye a paradicsom aszalás autóban még mindig vániákusan ott maradt a boxéban, amit el szeretném mondani, de hát ugye majdnem azt mondta Hülkenberg, nem, Hügel. Hügel ágyás, ez egy új divat az ágyásosok között, hogyha igen, lehet így mondani. És hát a János készül, hogy nálad is építkezzen egy kicsit az udvarban, mert azt gondolja, hogy egy nagyon praktikus lenne. Mikor, hát kell építeni rendesen dolgokat, vagy Hügel módszerrel kell ültetnem? De Hügel módszerrel kell bizonyos földmunkákat elvégezned, de hát ezeket rábíznám, ezeket a részleteket. Ez a Bocskor! Lacika, szólalj meg te! Tessék! Aha! Most megérhetsz, azt, hogy megérhetsz. És akkor mi van? Elnézést kérek mindenkitől. Olyan vagy, mint egy ilyen csontkovács, csak mikrofonálványokkal csinálod. Ez ropogott, recsegett az előbbi 9 óra 13 perc, és itt vagyunk. Megint csak, hello Laci. Jó reggelt, sziasztok. Gyuri, szia. Jó reggelt, sziasztok. Anett, jó reggelt. Jó reggelt, sziasztok. Mindenki mindenféle pizzát, mert a végén már mindenki pakolt mindent. Lázár itt hagyta a pizzáit, itt hagyta a feltéteket. Igen. Nekem egy külön tésztát, hogy menjek gyakorolni otthon. De jó fej. Ilyen feltétekből is úgy szaladtak az emberek marék szemrem, de éhezők viadala lett volna. De teljesen az volt. Itt csak láttam kollégákat rákfarokkal a szájukban futkosni a folyosón. Nem is értem. Igen, meg libamáj morzsákkal, miközben próbált beszélni. Azt a mindenit. Mi volt itt? Jó, üzenik, hogy kérdezzétek már meg. A 30 cm-es pizzából miért csak 15 cm-re tesznek feltétet, főleg sajt alig van rajta, ezt így kell? Mert ez így nagyon száraz. És miért ilyen vastag a széle? Így csak az a 15 cm finom, Józsi. Szerintem tegyél rá majonézt körbe, és akkor nem lesz annyira száraz. De Józsi is például olyan, akinek valószínűleg akkor inkább ez az amerikai való, csak hát abból ma valóban kevesebb van, ma nem divatos, mondjuk így. Uh-huh. Vagy van, amivel sajtot töltenek, nem? Olyan is van, igen. Ha-hó, épp tolom a gyomírtót, folyik a nyálam, mert olyan hatásosan esztek, hogy nyalogatom a 20 literes háti vegyépszer csövét, és a számban érzem a kacsazsírt. Aztán, hello csapat, tudja a műsor, itt vagy a Komádi határában, meló meg sajtos pogácsa. Nagyon király hallani, milyen tuti pizzát falatoztok, vidám szép napot nektek, imádlak titeket, a közmunkás. Sziasztok Istenek, hagyjátok abban a vasárnap óta kekszen érek Zsolt. Oh. Oh. Hasmenés, fránya dolog, hasmenés. Jó nagyot főni, szeretnék én egy háját bátyámnak, Gábornak, aki szintén titeket kezdett el hallgatni a műhelyében, ja, és Veszprémben, a Veszprémium nevű pizzázóban, tehát mondta, hogy ott is isteni a pizza. Hát akkor Gábor bátyának egy... Hájjá! Igen. Illetve, sziasztok, Presinek kérek egy üdvözlést, új belépő, aki Sárváron hallgat benneteket, szuper a műsor, köszönöm, Livi. A Presinek egy külön saját... Hájjá! Mi van ma reggel? Népvándorlás. Óriási. Igen. Mennyi az legutolsó számunk, amit mondtak? Csak azért, mert hallom, hogy a másik műsor... 1.430.000 felett. Mondd ilyet, hogy ők hallgatottak lennének egyáltalán, hogy leghallgatottabbak, amikor nekünk 1.430.000 most a legújabb. Milyen érdekes, és számot csak mi mondunk konkrét. És számot csak mi mondunk. Igen. Jöjjön a Vokci! A világ egyik felét biztosan gyűlöli. De a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? A vonalban fog a processzor. Jó reggelt, Vokcikánk! Hello, hú de nagy a vidámság, boldog jó reggelt neked. Ez nagyon-nagyon színes reggel volt eddig, tehát itt Lázárral és ezzel a nagy pizza őrülettel mindenki jól lakott, rengeteget láttunk, kóstoltunk, ízleltünk, csináltunk. A vidámság nagy, igen. És van új megoldás, hogyha legközelebb megyek?
Új megoldás? Hát én nem nagyon tudom. Hát nézd, feltétekkel tudunk varázsolni, mert ugye Lázár most igazából ezt mutatta meg. Mert én, amit nála tettem, azt nem tudom, hogy lehet überelni, tehát az... Figyelj, ez már csak feltét kérdése, de köszönöm, ez bóknak veszem. Nem, ez őszinte volt, tehát semmi manér nem volt benne. Na, de ilyeneket tudsz majd, hogy pörgeted? Mert azt szívesen megtudom. Nem. Hát ahhoz azért tényleg olyan tésztát kéne tudnom produkálni, hogy garantáltan nem szakad. Egyet pörgettem egyébként ezen, amit nyújtottam, azt láttatok? Igen. Egyet pörgettem, és egy mini look keletkezett rajta, tehát az a technikám. Ki lehet kerülni feltétlenül. Azt az előbb befoltozta, azt tetted most találésként, azt befoltozta a Lázár, és azt sütötte meg. Ki látja azt? Na jó, Vokci, agrárszerda, hát nem is tudom, hogy hova nyúljunk. Nyúljunk először abba, ami már elmaradt nagyon régóta, a paradicsomaszalás. Ja, rendben. Paradicsomaszalás autóban, ugye, mert a többit tudjátok, beteszem a gépbe, aztán elindítom, és azért azt elmondom, hogy egy paradicsomaszalásnál 60 fok alatt azért illik aszalni, tehát, hogy ne tűnjenek ebből a jó anyagok. Másrészt pedig nem szabad sokáig nyilván, tehát egy olyan 16 óra elég egy aszalógépen. De itt van az autó. Na. A szalógéppel egy probléma van, hogy egy 3-400, attól függ mekkora az aszalógép, ott azért pörögnek a kilovattok, tehát ott azért van költség, ugye. És ott is egy olyan, hát egy 16 óra alatt azért egy ilyen 4-500 watt azért az pörgeti a villanyót. Hát igen. Na de itt az autó, ugye, hát az kínál alól az udvarban, vagy a garázsban nem lehet asszalni, hülyeséget mondok, tehát illik vele kiállni a napra, igen, de a rohasztani... Akkor nap is kell, jó, ez is érdekes. Nap is kell, persze, de nem sok nap, tehát elég neki, egy 29 fok, meg 28 fok az már olyan, amivel az autóban lehet csinálni 55 fokot, addig mér körülbelül azért a belső... Hát ezt kutyával tudjuk lemérni, tehát amikor a kutya kezd ki... Amikor a dőlni, kutya már, akkor már fölfele áll a lába, igen. Akkor ki a kutyát, be a paradicsomot. Akkor jöhet a paradicsom. Kutya, jó. Ki paradicsom. Igen, kutyát, mi van, Anett? Hát biztos az ízléstelenségetekem kiborult. Igen, kiborultam. Ja, jó, igen. Akkor ne nevezzük kutyának. Most mentettem meg egy kutyát. Ha, igen, de amit én raktam be. Jó, beszéljetünk a málna haszalásról is. Haszalt málna. Ó, Vokci. Hát mi te van? Is kutyás vagy. Ne nevesítsd. Hát figyelj már, itt tulajdonképpen én már málnáról beszélek konkrétan. Tehát nem akták kutyádról, hanem a málnáról. Jó, csak most könnyek szöktek Anett szemébe, de mindegy. Jó, mert nem kell ilyen vizuális típusnak lenni. Gyerekek, minden legjobb humor az mindig ebből fakad. Na, a lényeg az, hogy a következőkre kell. Tehát a végén már háhá, ugye, tehát 55 fok fölé is mehet, de ez kiválóan alkalmas erre. A lényeg az, a hibát ott szokták elkövetni, hogy nem húzzák le, tehát 5 óránként, 6 óránként szellőztetni kell, mert a magas páratartalom miatt, ugye, ami kijön a paradicsomból, akkor az már nem jó. Tehát előtte meg illik a paradicsomot besózni, hanem a szalógépben csinálod, hogy egy kis levet engedjen, uh-huh. És ezt a levet leönteni alul. És utána ugye megy az aszalás, természetesen ugye a szellőztetés után este azért illik bevinni. Tehát éjszakára ne hagyjuk ott az autóban, mert az sem az autónak, sem a paradicsomnak nem jó, és akkor másnak. És így 36 óra alatt elérjük azt az állapotot, amit egy aszalógépben. Tehát ennek az előnye, hogy nem igényel energiát, mármint olyat, amit ki kell fizetni. Ezt hol tanultad már, bocsáss meg? Ezt csinálják, képzeld el, ez most egy, én nem is tudom, hát amióta ugye ilyen áramárak vannak, meg mit, azóta ezt csinálják, tehát ez egy trendi megoldás lett. Hát 36 órára le tudod rakni az autót. De persze, ez nálam még elmegy, de nekem van aszalom, érted? Meg nem mondom, honnan szerzek hozzá áramot, de például én egy zugaszaló vagyok. Na, a lényeg az, hogy de már persze nem feldobom a villanydrót rajzét, a vezetéket is onnan, de nyilván nem. Na, a lényeg az, de ilyenkor az átalánydíj az, ami bejönne. A lényeg az, hogy azért nem sok mercit látok a parkolóban, aminek tele van a hátsó szélvédője paradicsommal. Ja, oda kell tenni? Az hátsó szélvédő? Vagy jaj, azt nem mondtam, nem. Persze, hát igen. Vagy az első, tehát a kormány elé, vagy pedig a hátsó szélvédőre. Hát persze, azt illik. Akkor igen. Mégis tudsz vele menni, nem kell lerakni az autót. Persze, nem zavar a vezetésben abszolút. Csak klímát ne használjál, mert az tönkreteszi az egészet. Igen, az hülyeség lenne, mert az ellene dolgozik. Másrészt meg ugye
ugye 4-5 óránként, ahogy mész, mit tudom én, távolabbi víz, Spanyolországba, stb., akkor néha húz le az ablakot, hogy a szellőztetés 5 óránként meglegyen. Na, hát ilyen egyszerű ez a dolog. Sokan használják, tehát amikor megkérdezik, látom. Hogy tényleg... Úgyhogy látod. Forgalomba itt ott sokan használják. Ja, igen. Piros lámpánál átnézel a kocsim, és látod, hogy minden tizedik autóban van aszalt paradicsom. Na, de ez a lényege, ilyen egyszerű a dolog. Én nagyon praktikusnak tartom tényleg, és nyilván nem hagy különösebb, hogy is mondjam, pusztítást az autóban, és az illata sem rossz. Na, ajánlom mindenkinek, aki nem félti annyira az autóját, de mondom, nem kell vele összemaszatolni. Természetesen lehetnek balesetek, hogy mit tudom én. Jó, most már maga dumájába kezdesz belealudni, most kezdjük a Hülkenberg izét. Az Isteni, tehát ide nyomtak nekem témákat, és akkor megpróbálom érdekesíteni, és utána letoltok, hogy miért. Nem, nagyon érdekes. Mint erről ködök itt ezzel a szóval. Istenit. Azt hiszem, engem érdekel a pizzasütés, megeszem, és kész. Ennyi. Na. Jó, most bántottál. Jó, nem, úgy értem, az más. Az liturgia, az nem gasztronómia. Na jó, jöjjön a Hügelberg. Hügel. Hügelkultúra. Na, ez egy ágyás, ugye? Hügelkultúra, bakágyás magyarul, vagy dombágyás. Na most ebből is ki kell majd most hoznom valami baromi érdekeset, meg fogok szakadni. Máskor meg sírsz, hogy dudál az időmétel. Nem, ez tényleg jó. Hát igen, mert addigra lendülök bele, érted? Na, tehát addigra elhitetem magammal, hogy ez egy baromi jó, és ráizgulok. Na, a lényeg az, hogy de egyébként ez tényleg jó. És én meg fogom csinálni. Először kísérletképpen egy ágyásban, aztán utána rámozdulok, ugyanis a következőre jöttem rá, a gyerekek a talaj, egy idő múlva kimerül. Sajnos, hogyha hát nekem nincs sem energiám, sem időm, hogy túl sokat talajozzak, meg hogy pótoljam, ami bele kell, meg stb. Tehát meg költséges is, hogy hülye műtrágyák, egyre több kell belőle, egyre más típusok, stb. Tehát egyszerűen nekem ez nem megy, ezért évek óta semmi nem terem. Tehát frankon kicsi, tehát kirakom a palántákat, minden frankon gyönyörű, aztán utána jön az időjárás, meg a nyár, meg a satöbbi, és a végén lesz 2 paradicsomom, érted? És ráköltöttem, mit tudom én, 80 000 forintot erre a mezőgazdasági attrakcióra, érted, hogy megveszek hozzá mindent, meg permetezek, meg a tököm tudja, miket szórok még rá, meg éppen csak le nem izélom. Na mindegy. A lényeg az, hogy de látszik itt egy megoldás. Na. Ez gyakorlatilag nagyon sok mindent egybegyúrja a magas ágyást, és a komposzt dombot, vagy a komposzt gödröt, vagy minek nevezzem, mindegy, tehát ahol komposztálsz, mert ez mind ezeket az előnyös tulajdonságokat egyesíti magában, ugyanakkor nem költséges. Tehát ugye egy magas ágyásnál mindenféle oldalfalakat kell szerkeszteni, aztán fel kell tölteni elég drága anyaggal, tehát ez költséges. Ugyanakkor itt van a hügelkultúr, ugye a dombágyás, vagy bakágyás, bakhátágyás, aminek kétféle formája van. Az egyik az a hosszított, ugye fölfele félkör alakú, ilyen töltésszerű bakhát, ami a nevében is van, és ez ilyen 5 méter hosszan, vagy van az úgynevezett kör alakú, tehát egy sima kis dombot csinálsz, persze nem ilyen egyszerű, hogy izé föl fölhányom a földet, kész, igen, és akkor csinálok egy dombot, hanem ez a következőképpen működik. Ki kell szedni egy tükröt. Tulajdonképpen egy dombágyásnak 1 méternél magasabbnak nem kell lenni, de ha azt akarod, hogy ez össze akar zavarni a voga, figyeled, most már Gyuri, most kiszedsz egy tükröt, és ő azt hiszi, hogy szó nélkül hagyom, hogy kiszedek egy tükröt. Honnan? Igen, kérdezd meg, mi az a tükör, te várom nem, a kérdést. Én tudom, mi az a tükör, nem azt akarom megkérdezni, hanem honnan szedem ki a tükröt, és hogy került oda? Na, ez az. Hát a földből szedett. Hát, tulajdonképpen ásol egy kis sírt, ugye az aszalt kutyának, igen. Ez egy ilyen, hát így, nézd, minél mélyebbre ásol, tehát annál fél méternél nem érdemesebb lejjebb,
De ha egy méterre ásol le például, akkor már neked 2 méter magas ágyásod lesz, ha 1 méter földet ráteszel, érted? Tehát ez már egy nagyon nagy nyeremény. Na, a lényeg az, hogy mi csinál ez, mikor kiásod azt a gödröt, vagy a hosszú árkot. De ezt érted? Ezt... Hol a tükör? Most már a tükröt elengedted, de ezt érted? Először most mit? A tükör az maga, amit kiásol. Tehát gyakorlatilag a sír az egy mély tükör, érted? Úgy szokták mondani, amikor egy utat építenek, hogy tükröt csinálnak, vagyis kiemelik a földet, és egy ilyen valamilyen alakú izé lesz, amit fölteltenek mindenféle dologgal, érted? Ezt hívjuk tükör. Nem értem. És azért mondom, mert én látom az arcukat, nem értik. Mondjuk én sem, de... Jó, a lényeg nem az, hogy azon... kiások egy gödröt, és azt újra betemetem, és csinálok egy dombot rá. Ez de egy... azért hívják, egyenes. Ez a gödör nem... Tehát érted, ez egy egyenes gödör, mindegy szépen megcsinált sír, érted? Mármint lefele, érted? Mikor kiássák, nem amikor fölhantolják, hanem kiveszel egy, a talajból tükröt veszel. Tehát kiemelsz belőle egy 10, 20, 30, 40, stb. És akkor ott lesz egy egyenes gödör. Mindegy úszómedence, csak nincsen rajta. Oké, okay, ásom, jó, ott van azért magas ágyas. Ások bele egy medencét, oké, okay, innentől mit csinálok? Most tényleg össze... Igen, ásom, na és ezt a medencét, ami mondjuk legyen legalább 1,5 méter mély, ez a medence, mondjuk ez hosszú vagy kör alakú medence, érted? Igen. Na most ebbe teszed azokat a dolgokat, amiket te kidobálnál, vagy eltűzelnél, vagy mit tudom én, mit csinálsz vele, de a lényeg az, hogy ebbe belekerülnek... Marlboros doboz, meg... Régi hifi torony. Üres ketchupos flakon. Istenem. Miért nem vagyok ott pofoszkodni? Jaj, te jó. Lényeg az, hogy ebben a fahulladékot, amit a komposztba is dobálnál, tehát fahulladék így van, és giliszta. Ezeket kell összehozni. Legalúra akár röngfák is mehetnek, érted? Tehát kivágott gyümölcsfák, vagy mit tudom én, ami nagyobb darab, amit nem kell feldobni, azokat legalúra teszed, és utána jönnek a... Tehát minél följebb jössz a sírból, annál finomabb cuccokat teszel bele, igen. Girisztákat is beleszórom, hogy azok egyék, nem? Tehát, hogy... Miért azok jönnek maguktól abban a pillanatban? Több ok miatt is, majd mondom, hogy miért. Na, a lényeg az, hogy így ugye a nagyság szerint fölrakod ezt a dolgot, eljutsz egy bizonyos magasságig, ami már kiáll a földből, ugye? Ide már jöhet fű, levél, ami minden, amit összetud, ami egyébként a komposztgödörbe is menne. Okay. És ezek után a földet, amit kiástál, azzal betakarod, és így megkapod ezt a dombot. Érted? Uh-huh. Na most, ennek a dombnak nyilván nagyobb a felülete, mint az alatta levő földek, ugye? Tehát, ha egy fél gömböt leraksz a földre, ugye, akkor a fél gömb felülete, a felülete nagyobb, mint az alatta levő körnek a felülete. Tehát már baromi nagy területet nyertél egy kis helyen, érted? Uh-huh. Amit aztán utána körbe tudsz ültetni. Tehát gyakorlatilag... Körbe? Egy ilyen... Tehát azt, ami kör alakú, azt nyilván körbeülteted, igaz? Ami pedig bakhát, tehát hosszú, és egy ilyen, nem is tudom. El fog sülni a dudon. Özgerinc alakú, hosszú ágyás, azt pedig ugye nyilván úgy helyezed el benne növényeket, hogy azok is, mint a gömbön, így lentről fölfele helyezkednek el. Na most ennek baromi jó, mert ennek sokkal, ja, ez folyamatosan beindulnak ugye benne, mint a komposztgödörben a folyamatok, és hőtermeléssel jár, minek következtében sokkal hosszabbá válik a vegetációs időszak, tehát egészen, mit tudom én, novemberig tudsz rajta termelni, azért, mert a talaj saját maga elkezd hőt termelni, tehát itt a növények tovább tudnak vegetálni. Ez az egyik, a másik ugye meg, hogyha ezt megcsinálod tavasszal, mert ez évekig működik, tavasszal. Ne unatkozz már ilyen látványosan az Isten szerint. Nem látlak, de már beleszakadok. Anett arcán értetlen kétségbeesés, a Gyuri teljesen kikapcsolt és újságokat olvas, a Laci meg egy a Lázártól kapott fa kávéskanalat nyomott a homlokához, azért, hogy mert lecsukodott a szeme. Azzal tartottam. Megfeszülök, mert ez egy olyan találmány, ami a kiskerteknek megnöveli egyrészt a felületét, ugye, másrészt pedig a költséghatékony, harmadrészt pedig állatira termékeny a dolog. Tehát ez tényleg egy hasznos dolog. Ha értettük volna, hogy tényleg, hogy készül. Én tényleg most úgy ülök itt, mint Krisztus, és értetlenül nézek az emberiségre. Mert te nem vagy? Igen, éppen csak szögek nincsenek a kezemben. Pedig az öltöztet. De mindegy. Igyekeztem én ebből kihozni mindent, arra sem megyemek. De hát
Ja, Istenem. Jó, ne arra, hogy ráderültettük ezt a témát. Agrárszerdomi. Na nem baj. De én nem értem. Én remélem, én a hallgatókat hívom segítség, hogy remélem azért van olyan közeg, ahol van befogadás, és tényleg ez. Én is remélem. Én is kérek segítséget. Vagy egy másik rádiónak dolgozom, és most mennek vissza, és ott megy a izőben a második, a harmadik emelet. Hallja. Mindegy. Oké, rendben van. Körülbelül ennyit szerettem volna mondani, tudtam volna folytatni, mert rengeteg előnye van, de most már piszokul elment a kedvem tőle. Jaj, az emocionális vég, ez tetszik, ezt csinál tovább. Mindegy, semmi gond, hozok egy zacskót, és belemondom, és bezárom, és vagy egy befőttes üvegbe is elteszem térre. Fogcika, ennek ellenére imádunk, szeretünk, és csőkutya. Jó, csőkutya. Na, teszem hozzá, ez egy baromi jó dolog. Most mit vigasztalod itt a helyzetet? Nem a helyzetet vigasztalom, csak... Igen, ezt tegnap átdumáltuk egyébként a Jánosra, hogy azért baromi jó, mert ugye ilyen emelvényt csinálsz. Tényleg folytatjátok? Nem, Gyuri kezdte el, én csak annyit mondtam, hogy ez egy baromi jó dolog, és egyébként három szóba el lehetett volna mondani. Ennyit mondtam. Csinálsz egy dombot, és az oldalra is ültetsz. Ez a lényeg. Nem teljesen ez a lényeg, hanem beleraksz egy csomó olyan, most tényleg ezt csináljuk? Beleraksz egy csomó olyan szerves anyagot, amely ugye a komposztációs folyamat miatt elkezd egyrészt hőt termelni, másrészt táptalajt. Gazdag táptalajt, ez a lényeg. Igen. Ez önmagától, és ugye maga a hőtermelés is emiatt jobban fejlődnek a növények. Hát figyeltél te. Így van. Na de és most akkor gazdagabban megyek haza? Abszolút. Ja, jó, oké. Hát ez is egy munkanap volt. Jöjjenek, várjál, mi van még itt, Istenek. Hú, böketek meg a telepelyen, mindenki azon nyerít, hogy a nyálamon csúsztam ki a kamionból, mint egy csiga. Hagyjátok, abba szuperek vagytok. Oh. Ez még ahogy a pizzára vonatkozik a kamionos üzente, és én habcsókot szárítok a forró autóban. Oh. Az nem hülyesség, mert nem lesz olyan büdös, mint a paradicsom után egyébként. Hát a paradicsom az nem büdös egyébként, olyan finom illata van. Én szoktam szalni otthon, és tényleg. Ja, ja. Jó, a mai nap legjobb pillanatai következnek, Lázár. És ez a pizza volt, bizony, mert ugye a második Piaggio pizza készítő bajnokságra készül, egyébként szervezőként is, és behoztam a nekünk a legolcsóbb pizzát, és a legdrágábbat. És 10 óra lesz 7 perc múlva. Na, itt összegzik a hallgatóink egyébként, hogy milyenek voltunk ma. Hú, gyerekek, fülessel hallgatlak benneteket, lapulok a monitor mögött, de úgy röhögök rajtatok, hogy a monitor rázkodása le fog buktatni. Jó volt a mai nap is. Köszönjük a mai artisztikus erkölcsi perceket Laca Biáról. Törölj pizza zsonglőr, showman, és hidd el végre, hogy csúcs vagy. Holnap 6.08, én itt leszek, Nagykozári fuvaros. Drágáim, elképesztően jók voltatok ma, Vokci is amúgy, csak a málna aszalás volt kicsit durva, Zsófi kecsóról. Igen, Zsófi, én ugyanígy éreztem. De nem kell kiborulni egy finom humoron. Hogy borultam ki. Csak most Zsófi mellé szerettem volna állni, hogy a málna aszalás durva. Jó, további nyálcsorgatós napot kívánok nektek, hogy neked is, most is folyik a nyálam, köszönjük, Dénes Írországból, illetve Főni, hidd már el, hogy csúcs vagy, hamuzd a számba a szivarod, fecó. Minden. Rájövök lesz, hogy fecó egy ikon. Fecó ikon, abszolút. És köszönjük ezeket az SMS-eket, nem mint a Gyurival mondjuk, de jó a támogatás. Így van. Jó, Vágó Piros következik, és ugye talán nem mindenki tudja, de ugye a gasztróvonalban is nagyon otthon van. Bizony. Van saját szakácskönyve, és... ilyen témákat szokott olykor felvezetni, és... már evett a pizzából is. Ezt akartam mondani. Uh-huh. Hogy itt a nagy pizza kiállításban megérkezett, és akkor megkóstolta az egyiket. A kacsa zsíros tejfölöst. Igen. És mit mondott? Nem tudom, mert rákfarok volt a szájban sok, úgyhogy nem, elmentem. Na jó, szóval... Mielőtt mondhatott volna valamit, a bocsi ott hagyta. Milyen a pizza piros? Sokszor csinálok ilyet. Igen. Szóval ő érkezik finoman jól lakva. Mindenkinek jó szórakozást, és mi jövünk vissza holnap reggel 6.08. Viszlát!